Az álmok valóra válnak, a célkitűzés módszertana. Miért van szükség célokra? A célok témaköre az egyik legelhanyagoltabb és leginkább félreértett sikerelv. Akik alkalmazzák a célkitűzés technikáit, nem csapnak különösebb hírverést ennek a varázslatos eszköznek. Egyszerűen csak használják és elkönyvelik, hogy működik. Az emberek többsége azonban valamiféle gyerekes dolognak tartja az álmodozást. Így érvelnek. A világot nem tudjuk átalakítani, legfeljebb azzal próbálkozhatunk, hogy erőnköz mérten alkalmazkodunk hozzá. Időről időre divathullámok magasba repítenek bizonyos témákat, legutóbb a vonzás kapott nagy publicitást, de idővel az érdeklődés gyorsan alábbhagy, és minden megy tovább a megszokott kerékvágásban. Megdöbbenéssel tapasztalom, hogy az iskolák a mai napig nem vették fel a tananyagba a célkitűzés módszertanát. Pedig az egész elférne egy 50 oldalas könyvecskében. A terjedelem táblázatokkal és példákkal együtt sem haladná meg a száz oldalt. Ha egy diák úgy kerül neki az iskolából, hogy már 18-20-25 évesen tisztában van a célok fontosságával, nem túlzás azt állítani, hogy nagyságrendel többet tudnak kihozni az életéből. De miért olyan fontosak a célok? Azért, mert drámai különbséget jelenthet eredményeinkben, ha pontosan tudjuk, mit akarunk. A Harvardon 1979-ben végeztek egy azóta sokat idézett reprezentatív felmérést ezzel kapcsolatban. Több mint ezer végzős egyetemistát kérdeztek meg, hogy van-e konkrét elképzelésük, céljuk az egyetem elvégzése utáni évekre. A következő eredményt kapták: 84%-nak semmilyen konkrét célja nem volt. Legyen egy jó állásom, aztán majd kialakul. 13%-nak voltak céljai, de nem leírt formában, és 3% rendelkezett csupán részletesen meghatározott, konkrét, leírt célokkal. A felmérés igazán érdekes része ezután következett. Tíz évvel később, 1989-ben újra megkeresték őket, hogy megtudják, hova jutottak az életben. Azt találták, hogy a célokkal rendelkező 3% jövedelme közel tízszeresen haladta meg a célokkal nem rendelkező 84% keresetét. Az eredmény bizonyos szempontból egyáltalán nem meglepő. A Pareto elv már régóta ismert. Az emberek 20%-a birtokolja a vagyon 80%-át. Az újdonságot az jelentette, hogy először mutatták ki, mindez szorosan kapcsolódik a célokhoz. A Schwarzenegger sztori. Arnold Schwarzenegger élettörténete jól példázza a fentieket. Árni Ausztriában született, egy grác melletti kicsin Steyer faluban, tálban. Gyerekkorában poroszos nevelést kapott, melynek egyetlen célja volt a gyerekek megtörése és engedelmességre szoktatása. Apja, a helyi rendőrfőnök rendszeresen szíjjal verte és lelkileg terrorizálta. A kis Arnoldot azonban nem lehetett megtörni. Született lázadó volt. Amikor fegyelmezni próbálták, csak annyit mondott. Egy nap úgy is elmegyek innen. Híres leszek és gazdag. Leszek valaki. Lelki szemei előtt mindig ez lebegett. Látta magát, mint világhírű sztár, bár azt még nem tudta, hogy ez pontosan mivel fogja elérni. A kiugrási lehetőséget a profi testépítésben találta meg. Kiváló testi adottságait kihasználva, hét alkalommal szerezte meg a sporták csúcsát jelentő Mr. Olympia címet. Közben, ígéretéhez híven, ott hagyta a folytogatóan kis stílűnek érzett Ausztriát, és 1968-ban, 21 évesen az Egyesült Államokba költözött. Mindez azonban nem volt elég az osztrák tölgynek, ahogy Amerikában becézték. Barátainak folyton arról beszélt, hogy egy nap ő lesz a legnagyobb hollywoodi akciósztár. Legtöbben kinevették, hiszen vastag akcentusával és szabálytalan arconásaival ugyan milyen szerepeket tudna eljátszani. Tíz évvel később Schwarzenegger volt a hollywoodi akciófilmek legnagyobb csillaga, olyan filmekkel, mint a Terminátor sorozat, a Kommandó, a Vörös Zsaru, a Ragadozó, az Emlékmás és a Két Tűz között. Kigondolta, elképzelte és megcsinálta. Árnyi ekkor már világhírű volt, de még mindig nem volt megállás. Úgy döntött, hogy politikai pályára lép. Ezt a tervét is megvalósította. Az USA leggazdagabb államának, Kalifornia államnak a kormányzói hivatalát 2003 és 2011 között ő töltötte be. És ki tudja, mi jön még ezután, hiszen még mindig csak 64 éves. Schwarzenegger klasszikus példája annak, hogy mire képes egy kreatív képzelettel megáldott ember. Arnold saját bevallása szerint egész életében leírt célokkal dolgozott, amelyeket kis kártyákra írva mindig magánál tartott. Gyakran használta a mentális mozi néven ismert technikát is, melynek lényege a vizualizáció. Elképzeljük magunkat, ahogyan egy mozi nézőterén ülünk, és a vásznon látjuk, ahogy éppen sikeresen megvalósítjuk kitűzött céljainkat. Schwarzenegger sikereit e két technikának, illetve rendkívüli kitartásának köszönhette. Miért nem tűzünk ki célokat? A Matt Damon és Emily Blunt főszereplésével készült sorsügynökség is a célok kérdését boncolgatja. A filmbeli New Yorki párost, a szenátori megválasztásáért kampányoló Davidet és a balettáncos elise újra meg újra egymás mellé sodorja az élet. A találkozásokat egy fekete öltönyös férfiakból álló titokzatos szervezet igyekszik mindenáron megakadályozni. Kiderül, hogy ők a sorsügynökség ügyintézői, korábbi nevükön angyalok, és az elnök által megírt tervet kell betartatniuk az emberekkel. Annak érdekében azonban, hogy a szabad akarat illúziója megmaradjon, működésüket titokban kell tartaniuk. Direkt eszközökkel nem avatkozhatnak bele az eseményekbe, ehelyett úgynevezett véletleneket hoznak létre. Megváltozik egy telefonszám, elveszik a lakáskulcs, balesetek történnek, és hasonlók. Ha végképp nem sikerül a terv szerint haladni, akkor újraindítják az érintetteket. Ez azt jelenti, hogy törlik a memóriájukat, ami által korábbi céljaik is törlődnek, és a rend helyreáll. David és Eliz esetében a terv az, hogy a fiú az Egyesült Államok elnöke lesz, a lány pedig korának meghatározó jelentőségű, világhírű táncművésze. Ha együtt maradnának, így szól az ügynökség érvelése, akkor az esetleges magánéleti problémák miatt ez nem lenne megvalósítható. A páros azonban nem nyugszik bele a felsőbb döntésbe. Szerelmükért minden eszközzel harcolnak, ám úgy tűnik a küzdelem reménytelen. Ami meg van írva, annak kell történnie. Az újraindításuk előtti utolsó pillanatban azonban megérkezik a hír. Az elnök átírta a tervet. David és Eliz egymáséi lehetnek. A film zseniális újragondolása annak az emberiséget évezetek óta Platontól Calvinon át Freudig foglalkoztató kérdésnek, hogy létezik-e szabad akarat. A válasz nem egyszerű, ezért is folyik róla a vita, a megoldást azonban nyugodt szívvel ráhagyhatjuk a filozófusokra. A mindennapokban igenis van szabad akarat, és ez a célokon keresztül realizálódik. A célok a teljesítmény kazánjának fűtőanyagai. A célok adnak lendületet, lelkesedést, energiát és motivációt. Célok nélkül csak sodródunk az életben, mint a hajó iránytű nélkül. Ezen a ponton felmerül azonban egy kérdés, ha valóban ennyire fontosak a célok, akkor miért van az, hogy annyira kevés ember rendelkezik leírt célokkal? A három leggyakoribb ok a következő. Az első, hogy nem vagyunk tisztában a fontosságával. Mivel az iskolák nem tanítják ezt a rendkívül fontos jártasságot, mindenkinek tapasztalati úton a saját kárán kell megtanulnia. Megoldás lenne, ha otthon gyerekkorban el tudnánk sajátítani a célokban történő gondolkodást. Mivel azonban szüleink sem voltak tisztában a célok működése elveivel, nem is tudták azt megtanítani. Gyakran előfordul az is, hogy valaki olvas erről a témáról, érti is az olvasottakat, de az egészet egyfajta játéknak gondolja, amivel komoly ember nem foglalkozik. Keményen kell dolgozni, apám, a többi csak duma. A második, hogy nem tudjuk pontosan, hogyan is kellene csinálni. Amikor valaki már olvasott a célkitűzés fontosságáról, vagy a saját kárán rájött, hogy érdemes foglalkozni vele, akkor sem sokkal egyszerűbb a helyzet. Kevés helyen találunk pontos instrukciókat a hogyanra vonatkozóan. Nem áll rendelkezésre pontos célkitűzési módszertan. És a harmadik, hogy nem hisszük el, hogy elérhetjük álmainkat. Talán ez a legsúlyosabb gát. Ha nem tudjuk magunkat elképzelni sikeres emberként, akkor nem fogunk azzá válni. Erről szól Andersen halhatatlan története, a rút kiskacsa. A mesében a kacsamamának a legnagyobb tojás kikeltésén kell a legtöbbet fáradoznia. Amikor végül kikel, a kibújó kiskacsa nagyobb és csúnyább, mint a többiek, testvérei ezért szüntelen csípik, tépik és csúfolják. Egy napon már nem bírja a sok megaláztatást, és megszökik otthonról. Egy tanyán befogadják, ahol az ott lakó állatok megint csak lenézik. A tyúkocska azért, mert nem tud tojást tojni, a kandúr pedig azért, mert nem tud dorombolni. A kiskacsa vízre vágyik, és a messzi világ megismerésére. A tyúk ettől teljesen megdöbben. Itt jó dolgod van, meleg szobád és jó társaságod, akiktől bölcsességeket tanulhatsz. De a kiskacsa csak nem nyugszik, és nekiindul a nagyvilágnak. Vándorlása során végül egy tóban megpillant három gyönyörű hattyút, akik méltóság teljesen siklanak a vizem csatlakozik hozzájuk, és a hatjuk örömmel befogadják. Amikor a vízben meglátja saját képmását, a hajdani rút kiskacsa helyett egy gyönyörű hattyú képét látja, saját magát. Az öreg hattyúk fejet hajtanak a hajdani rút kiskacsa előtt. Mert ha valaki hattyú tojásból kell ki, hattyú marad, ha baromfi nép között nevelődik is. Önmagad legnagyobb ellenségével minden alkalommal találkozol, amikor tükörben nézel legnagyobb korlátaink saját gondolkodásunkban vannak. Önkorlátozó hiedelmeink meggátolják, hogy méltó célokat tűzzünk ki magunk elé. Ez azonban csak a gyerekkori nevelésnek és a környezeti hatásoknak köszönhető. Ahogy beletanultál, úgy ki is tudsz tanulni belőle. A célok tíz parancsolata Takács Károly, a magyar sportlövészet történetének egyik óriása. A katonai pályát választotta, azonban 1938-ban, 28 évesen, egy gránátbaleset során elveszítette jobb kézfejét. Sokan leírták ekkor, mint sportlövőt, ugyanis egy begyakorolt mozgást az élsportban ugyanolyan szinten megtanulni, a másik kézzel szinte lehetetlen. De Takácsnak sikerült a lehetetlen. Egy év alatt megtanult bal kézzel lőni, és az 1939-es Lucerni világbajnokságon már első helyezést ért el. Legendás volt kötélidegzetéről, önbizalmáról és kitartásáról. Az edzéseken sokszor térdig állt a töltényhüvelyben. Az 1948-as londoni olimpián az utolsó pillanatig holt versenyben állt gyors tüzelésű pisztolyban két másik versenyzővel. Végül Takács állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Az eredmény hirdetés után Takács az elképett újságírók előtt benyúlt a belső zsebébe, kivett a tárcájából egy papírt, és felolvasta előző éjjel megírt győzelmi nyilatkozatát. Annyira bízott magában, hogy fejben már előző nap olimpiai bajnok volt, a másnapi verseny már csak formalitás volt számára. Takács tisztában volt a célok fontosságával, és amikor valaki eljut erre a pontra, onnantól az egyedüli kérdés már csak a hogyan. A következőkben ezért részletekben menően tárgyaljuk a célkitűzés módszertanát. Mielőtt azonban ebbe belevágnánk, vizsgáljuk meg, hogy a célok milyen alapvető törvényszerűségeknek engedelmeskednek. A tíz legfontosabb alapelv a következő. Az első az ok-okozat ok törvénye. Másnéven a vetés-aratás vagy hatás törvénye, amely kimondja, hogy életkörülményeinket elménkbe programozott céljaink hozzák létre. A tudatos elme által elfogadott gondolatot, vagyis a célt, a tudatalatti parancsként fogja fel, és a célkövető mechanizmus segítségével valósággá változtatja. A második a megfelelés törvénye. Ez a híres vonzás törvénye, amilyen belül, olyan kívül is, vagyis külső világunk, belső világunk tükörképe. Nézd meg, hogy mi vesz körül, és megtudod, milyenek belső gondolataid. Ha nem tetszik, amit látsz, Bármikor változtathatsz rajta, gondolkodásmódod átprogramozásával. Ez a célok lényege. Azt vonzod be az életedbe, ami összhangban van domináns gondolataiddal. Ha céljaink ellentmondásban vannak én képünkkel, akkor mindig ez utóbbi lesz az erősebb. Az énképet, vagyis saját magunkkal kapcsolatos véleményeinket kell először átalakítani. A harmadik a zóna törvénye. A zónában lenni kifejezés a sportból származik. Annak az állapotnak a jellemzésére használják, amikor a pályán a sportolónak szinte minden összejön. A pszichológiában ezt a jelenséget a magyar származású Csíkszent Mihály Mihály munkássága nyomán flónak hívják, ami szó szerint áramlatot jelent. A flow a tökéletes élmény állapota, amikor szinte minden sikerül, és gond nélkül száguldunk előre feladatunk megoldásával. A zóna törvénye kimondja, olyan célokat kell kitűznünk magunk elé, amelyek kihívást jelentenek, de nem nehezek annyira, hogy féljünk tőlük és aggódjunk miattuk. A zóna nem más, mint az unalom és az aggódás közötti szűk határmesdje. Ezen kell folyamatosan egyensúlyoznunk. A negyedik a szerendipitás törvénye. Minél biztosabbak vagyunk egy eseménybe következtében, annál valószínűbb annak megtörténte elvárásunk önmegvalósító proféciává válik. Amikor zónába kerülünk, két fontos alapelv lép működésbe. A szerendipitás és a szinkronicitás. A szerendipitás azt a jelenséget takarja, amikor szerencsés felfedezésekre jutunk olyan dolgok keresése közben, amelyeknek látszólag semmilyen közük sincsene felfedezésekhez. A történelem és a tudomány tele van a szerendipitás eseteivel. Két klasszikus példa, Kolumbusz elindult megkeresni Indiát, és közben felfedezte Amerikát, megváltoztatva ezzel a világtörténelmet. Fleming kísérletezés közben vette észre, hogy egyik baktérium tenyészete megpenészedett, és a penészgomba közvetlen környezetében levő baktériumok elpusztultak. Így született meg a penicillin, ami felfedezése óta sok millió ember életét mentette meg. Legyenek pozitív elvárásaid. Indulj ki abból, hogy a lehető legjobb dolgok fognak megtörténni veled, és akkor ezek meglepően nagy arányban be is fognak következni. Tudatosítsd magadban, hogy mindenben van valami jó. Nem tudhatod, hogy egy esemény valóban annyira borzasztó-e, mint amennyire most annak tűnik. Ötödik, a szinkronicitás törvénye. A szinkronicitás törvénye kimondja, hogy a világ különböző eseményeit nem csak ok-okozati ok kapcsolat köti össze. Létezik egy olyan rejtett összefüggés, amikor a dolgok jelentése értelmeket össze látszólag független eseményeket. Amikor kitűzöl egy célt, hiszel benne és komolyan dolgozol rajta, világok mozdulnak meg. Ha hiszel az álmodban és elindulsz feléje, akkor az álmod is megindul feléd. Csodák történnek. Megjelennek rég nem látott emberek, zseniális gondolatok árasztanak el, Valahogyan mindig előkerül a szükséges pénz, és az álmod fokozatosan testetölt. Ezt jelenti a szinkronizitás. A hatodik az irányítás törvénye. Minél jobban kezedben tartod életed irányítását, annál jobban fogod magad érezni. A célok megadják a kontrollnak ezt a magabiztos érzését. Amikor valaki depressziótól szenved, majdnem mindig az áll a háttérben, hogy úgy érzi, nem ő irányítja az életét, és kényük kedvük szerint dobálják az események. Ha leírt, határidős céljaid vannak, és minden nap kitartóan dolgozó rajtuk, akkor te tartod a kezedben a kormánykereket. Eszedbe sem jut majd azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólad. Csak teszed a dolgodat, és mész előre. A hetedik a helyettesítés törvénye. A helyettesítés törvénye kimondja, egyszerre csak egy gondolat lehet a tudatos elmében. Ez az egy gondolat a célod legyen. Mindig arra gondolj, amit akarsz, és kitartóan küzdj érte. Egy nap el fogod érni. A nyolcadik a gyorsuló gyorsulás törvénye. Amikor elindulsz a célod felé, a célod is elindul feléd. Hosszú ideig az lehet a benyomásod, mintha az égvilágon semmi nem történne. A legtöbben ilyenkor elveszítik lelkesedésüket, és feladják. Ha azonban kitartasz, egy idő után elképzeléseid a valóságban is kezdenek testet ölteni. Tartsd mindig szem előtt, hogy az eredmények 80%-át az idő utolsó 20%-ában fogod elérni. Odáig azonban el kell jutni, ezért a kitartás alapvető. Ha egy célod nem sikerült, fuss neki újra meg újra. Mindegy, mikor éred el. Csak az utolsó próbálkozásra kell sikerülnie. A kilencedik a szokástörvénye. Szokásaink mozgatják életünket. Ez a fizikából ismert tehetetlenség törvényének alkalmazása mindennapjainkra. Belső vagy külső hatás nélkül az idők végezetéig ugyanazok az emberek maradnánk, akik ma vagyunk. A belső hatás egyenlő a célokkal. Ha célokat tűzünk ki magunk elé, akkor elébe megyünk az elkerülhetetlen változásoknak, és mi irányítjuk őket. Ez határozottan kellemesebb, mintha azokat kívülről kényszerítenék ránk. Előfordulhat azonban, hogy nem tudunk vagy nem akarunk célokat kitűzni magunk elé, és megrekedünk egy bizonyos élethelyzetben. Ezt hívják komfortzónának. Ilyenkor egy külső hatás, akár egy negatív esemény is hasznos lehet, mert kibillent a kényelmes szituációból, kikényszeríti a változást és ezzel az előrelépést. A tizedik a nagy paradoxon. Elkerüljük a nehézségeket, azonban csak általuk vagyunk képesek a fejlődésre. A tudatos elme minden trükköt bevet, hogy kényelmesen és erőfeszítés nélkül tudjon élni. Ez azonban vegetációhoz vezet. A megoldást a problémák jelentik, mert csak ezek megoldásával leszünk képesek előre jutni az életben. Jelenlegi problémáid és nehézségeid pontosan azok, amelyekre szükséged van most személyes fejlődésed érdekében. Amikor megoldod őket, akkor léphetsz magasabb osztályba. Dönthetsz úgy is, hogy nem akarsz velük foglalkozni. Ebben az esetben addig kapod ugyanazt a problémát, egyre erősebb és intenzívebb formában, amíg rá nem szánod magad, hogy megtaláld végre a megoldást. Nagy céljaid vannak? Akkor nagy nehézségeid és problémáid lesznek. A világ így van összerakva. Ez az ára annak, hogy valami igazán jelentőset tudjunk alkotni életünk során. A célok tíz alapkérdése Russell H. Conwell meséli el Gyémántmezők című könyvében azt a réges-régi legendát, ami Ali Hafedről, a gazdag perzsa kereskedőről szól. Hafed annyira vágyott a gyémántok által megszerezhető gazdagságra, hogy eladta hatalmas birtokát, mindenét pénzét tette, és hosszú vándorútra indult, hogy megtalálja az áhított gyémántmezőket. Tudta, hogy homokos medrű folyókat kell keresnie, mert ezek rejtik a nagy kincseket. Bejárta a félvilágot az Industól egészen az Atlanti óceánig. Keresése azonban nem járt eredménnyel, és egy szép napon, amikor már minden pénze elfogyott, a koldus szegény Ali Hafed elkeseredésében a tengerbe ölte magát. Időközben az új tulajdonos, tevéi itatása közben a birtokon futó patakban csillogó köveket fedezett fel. A patakban sok ilyen csillogó kő volt, és amikor szakértők megvizsgálták őket, kiderült, hogy gyémántok. Így fedezték fel a legenda szerint a világ egyik legnagyobb gyémánt bányáját, a Golkondát. Innen származik többek között a Kohinor, az Orlov, a Regent, illetve a brit és az orosz koronázási égszerek jó néhány darabja. A történet üzenete az, hogy ne a messzi távolban keressük a lehetőségeket, mert ezek bennünk rejlenek, csak meg kell tanulnunk meglátni őket. A gyémántmezők saját képességeink, melyeket célok segítségével tudunk előhívni. A célok lényege, hogy letisztázzuk, mit is akarunk az élettől. A következő tíz kérdés ebben nyújt segítséget. Válaszaidat érdemes leírni. Egyrészt, mert papíron jobban tudunk gondolkodni, másrészt pedig így megmarad, és nem fogod elfelejteni. A célok letisztázását segítő tíz alapkérdés a következő. Első, mivel szeretsz igazán foglalkozni? Melyek azok a tevékenységek, amelyeket akkor is végeznél, ha nem fizetnének érte? Mivel töltöd a szabadidődet? Mi a hobbid? A legtöbb ember fejében meg sem fordul a gondolat, hogy esetleg a hobbiából is élhetne. Valahogyan úgy képzelik, hogy a munka az olyan dolog, amihez el kell menni egy munkahely utálatos helyre, ott kötelező órákig szenvedni, hogy aztán a munkaidő leteltével megkönnyebbülten térhessünk vissza otthonunkba. Miért alakul ki ez a téves elképzelés? Gyerekként a tudatosság legkisebb szikrája nélkül engedelmesen végrehajtjuk azt, amit szüleink előírnak számunkra. A szakmaválasztás általában 14 és 18 éves kor között történik, de ebben sincs sok tudatosság. A végeredmény? Húszas éveinkben egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy olyan munkánk van, amivel nem igazán szeretünk foglalkozni. Ha jelenleg nem azokra a tevékenységekre fordítod az idődet, amelyekre igazán szeretnéd, a legelső lépés a kitörés irányába az, hogy mindenek előtt a magad számára írásban letisztázod, hogy mivel szeretnél igazából foglalkozni. A második, mitől érzed magad a leginkább értékesnek, büszkének és elégedetnek? Amivel szeretünk foglalkozni, abban mindig jobbá válunk, már csak a ráfordított idő mennyisége miatt is. Melyek azok a tevékenységek, amelyek a leginkább elégedettséggel töltenek el? Miért szoktak az emberek megdicsérni? Képzeld el, mi lenne, ha egész életedben csak ezekkel kellene foglalkoznod. Nem dolgoznál többet egy percet sem, hiszen nem tekintenéd munkának, amit csinálsz. A harmadik, mi életed öt legfontosabb értéke? Amikor annak idején ezt az egyszerű gyakorlatot először végeztem el, több mint húsz évvel ezelőtt, hihetetlenül sokat tanultam belőle. Egy kivételével nem változott a lista azóta sem, sőt a sorrend is ugyanaz. Anyagi függetlenség, család, szabadság, tudás és lelki béke. Melyek a te értékeid? Mi a fontos számodra? Ha összeírtad őket, válaszd ki az öt legfontosabbat, és rendezd őket sorrendbe prioritás szerint nagy felismerésekkel fog megajándékozni ez a kis gyakorlat. Negyedik. Milyen az ideális én, akivé válni szeretnél? Gondold végig, hogy milyen külső és belső tulajdonságokat tartasz fontosnak. Írj egy részletes listát ezekről. Személyes céljaid kialakításában ez a lista lesz egyik alapvető segédeszközöd. Az ötödik. Ha nyernél egy milliárd forintot, életed mely területein változtatná? Ez a kérdés abban segít, hogy lebontsd gondolkodásod korlátait. Amikor eljátszol a gondolattal, hogy ezer millió forinttal mit tennél, akkor előkerülnek igazi álmaid. Ha végig gondolod, hogyan költenéd el ezt az óriási összeget, gyakorlatilag egyez egyben kirajzolódnak előtte céljaid. Amelyik területen nem változtatnál, az feltehetően rendben van. 6. milyen lenne számodra a tökéletes életstílus? Ez a kérdés már átvezet a konkrét célkitűzésekhez. Gondolkodj kategóriákban. Ennél a kérdésnél különösen fontos, hogy engedd el a fantáziádat. A hét terület, amiben gondolkodj, pénzügyek, karrier, család, egészség, mentális, vagyis szellemi, spirituális, tehát lelki, illetve társadalmi vonatkozások. Hol élnél? Mit csinálnál egy tipikus napodon? Mivel foglalkoznál? Kik lennének a barátaid? Írj le mindent, ami eszedbe jut. A hetedik, Mit kívánnál, ha lenne egy varázspálcád, és mindent megkaphatnál? Képzeld el, hogy varázsló vagy, úgy mint Rodolfo, vagy úgy, mint a Harry Potter filmekben. Csak suhintasz egyet a pálcáddal, és már is minden valóra válik. Mit kívánnál? A nyolcadik. Mivel töltenéd az idődet, ha megtudnád, hogy már csak hat hónapod van hátra? Gyakran úgy viselkedünk földi pályafutásunk során, mintha az örökké tartana, holott pontosan tudjuk, hogy egy nap véget ér. Ez a kérdés rávilágít a prioritásokra. Ha véges a rendelkezésre álló idő, akkor tényleg csak azzal foglalkozunk, ami igazán fontos. 9. Mi a nagy álmod, amibe belevágnál, ha tudnád, hogy nem vallasz kudarcot? Gyakran halogatunk fontos dolgokat, egyszerűen csak azért, mert félünk belevágni. Ilyenkor megindokoljuk magunknak, hogy miért nem megfelelő most az időzítés, és eltemetjük álmainkat. Neked mi a nagy álom, amit évek, évtizedek óta halogatsz, csupán azért, mert félsz belevágni? Képzeld el, hogy valaki garantálni tudná a sikeredet. Mibe vágnál bele? És végül a tizedik. Milyen gyászbeszédet szeretnél hallani a temetésedem? Mindannyiunk számára eljön az a perc, amikor távoznunk kell erről a földi színpadról. Amikor ott állnak majd a rokonok, a barátok és az ismerősök, mit szeretnél, hogy elhangozzon rólad? Hogyan emlékezzenek rád? Alfred Nobel azon kevés ember egyike volt, akinek módjában állt megismerni a halála után róla írt véleményeket. Amikor ugyanis bátyja Ludwig Nobel elhunyt, tévedésből Alfred gyászjelentését közölték le az újságok. Amit Nobel olvasott, nem tette boldoggá. A nekrológok úgy állították be, mint halálkufárt, aki abból szerezte vagyonát, hogy minden korábbinál hatékonyabb módot talált az emberek tömeges elpusztítására. Nobel nem úgy akart az utókor emlékezetében megmaradni, mint a dinamit feltalálója. Módosította végrendeletét, amelyben arról rendelkezett, hogy vagyonának nagy részét egy róla elnevezett díj finanszírozására fordítsák. Egy évvel később Nobel agyvérzésben meghalt. Az 1901 óta kiosztásra kerülő Nobel díj ma a világ legnagyobb tudományos elismerésének számít. Ha a halálod órájában kellene megírnod az önéletrajzodat, mit írnál bele? Éj úgy, hogy amikor rád kerül a sor, ne legyenek életet könyvében üres lapok, és ne kelljen semmit sem utólag megbánnod. Célkitűzés a gyakorlatban. Ha a tíz kérdést becsülettel megválaszoltad, akkor valószínűleg egész sor felismerésre jutottál saját magaddal kapcsolatban. Most már birtokodban vannak azok az információk, amelyekkel végig tudod vinni a célkitűzési folyamatot. Ennek hét lépése a következő. Az első, készítsd el az álomkönyvedet. Először írd le száz álmodat és vágyadat. Ütemezve magadnak egy nyugodt napot, amikor nem kell mással foglalkoznod. Tegyél magad elé egy üres papírt, és írd fel a tetejére: Száz álmom. Egytől százig számoz meg száz sort, és kezd el kitölteni. Hagyd szárnyalni a fantáziádat. Mit szeretnél az élettől? Írjál le mindent, ami csak az eszedbe jut. A tíz kérdésre adott válaszaid nagyon sokat segítenek. Egyelőre csak írjál, később majd ráérsz azon gondolkodni, hogyan fogod mindezt megvalósítani. Ne foglalkozz azzal, ha esetleg lehetetlennek tartasz valamit. A lehetetlen nagyon viszonylagos fogalom. Írjál folyamatosan, és ne állj meg, amíg a száz álom ott nincs előtted a papírom. Miért pont száznak kell lennie? Nem kell. Azért érdemes erőltetni a gondolkodásunkat százig, mert így tudjuk kihozni magunkból a mélyen fekvő, rejtett álmokat is. Miért kell egyáltalán leírni? Több okból. Írásban fókuszáltabban tudunk gondolkodni. Biztos, hogy nem felejtünk ki semmit, és tudatalattink jobban megérzi, ha leírva látjuk. Most szisztematikusan gondold végig életed hét területét. Családi célok. Milyen az ideális családi élet, amit elképzelsz magadnak? Hol és hogyan fogtok élni? Hány gyereketek lesz? Hogyan fogjátok nevelni őket? Hova utaztok? Mit csináltok együtt? Pénzügyi célok. Mekkora jövedelmet szeretnél? Mekkora vagyon? Mit akarsz megvenni magadnak? Autó, ház, ruha, műszaki dolgok. Ír fel mindent, ami pénzért megvásárolható. Karrier célok. Milyen szakmai pályafutást képzelsz el magadnak? Cégnél vagy saját vállalkozásban? Beosztottként vagy vezetőként? Milyen maradandó értéket szeretnén létrehozni munkád során? Egészség célok. Milyen számodra az ideális egészségi állapot? Milyen legyen az energiaszinted? Mekkora legyen a testsúlyod? Szellemi célok. Milyen ismeretekre szeretnél szert tenni, mit akarsz megtanulni? Milyen iskola, tanfolyam, otthoni önfejlesztő kurzus elvégzését tervezed? Lelki célok. Milyen spirituális életet képzelsz el magadnak? Hogyan éred el a lelki békét, a fizikai dolgokon túlival való összekapcsolódást? És a hetedik, a társadalmi célok. Milyen szerepet szánsz magadnak a lakóközösségedben, városodban, országodban? Hogyan képzeled el családon kívüli emberi kapcsolataidat? Kik lesznek a barátaid, szomszédaid, ismerőseid? Céljaidat pozitív állításként jelen időben egyes szám első szemében fogalmazd meg. Havi félmilliót keresek. A tudatalatti egy utasításnak fogja fel, és végrehajtja a parancsot. Háromfajta cél létezik. Az első, amit vennél. Ez minden, ami pénzért megszerezhető. A második, amit tennél. Tevékenységeid összessége, és a harmadik, ami lennél. Ez belső fejlődésed eredménye. Minden célodat helyezd el ebben a három kategóriában. A pénzügyi célok nyilvánvalóak. Az utazások, a ház, az autók, a ruhák, a megfogható fizikai dolgok tartoznak ebbe a kategóriába. A tevékenységgel kapcsolatos célok jelentik a következő szintet. Minden cél ide tartozik, ami arról szól, hogy te magad valamit megcsinálsz. Végül a tudatosság legmagasabb szintjét azok a célok jelentik, amelyek önmagunk fejlesztésével kapcsolatosak. Céljaink akkor alkotnak harmonikus egységet, ha a három kategóriában nagyjából egyforma számú célkitűzésünk található. Ha például túl sok venni típusú álmunk van, az biztos jele az egysíkú anyagias gondolkodásnak. Ezután a száz célt írd át az álomkönyvedbe. Vegyél magadnak egy legalább százoldalas füzetet, ez lesz az álomkönyved. Minden oldalra másolt be egy-egy célodat. Az egy mondatnyi tömör megfogalmazás alatt bonts ki részletesen. Milyen lesz az a ház? Domboldalban, tágas terasszal, három szobával, nagy étkezővel? Vagy egy belvárosi lakás a tetőtérben? Írj le mindent részletesen. Nagyon fontos. Ragasz be egy képet minden álmodhoz. Ha vizuálisan is képesek vagyunk egy célt megjeleníteni, azt az elme jobban vissza tudja idézni. Egy képet nem kell magyarázni, beég az agyunkba. Az álomkönyv elkészítésének a legnagyobb buktatója az, ha nem csinálod meg. Saját álomkönyvemet két hónap hián pontosan öt éve dolgoztam át teljesen. Azóta az öt év alatt a rendszeres átnézésen kívül szinte alig kellett foglalkozni vele. Az álomkönyv elkészítése tipikusan az a feladat, amit csak egyszer kell jól megcsinálni. A második lépés, hogy tűz ki határidőt minden álmodhoz. A cél nem más, mint határidős álom. Határidő nélkül az egész eddigi célkitűzési gyakorlat nem több, mint játék a szavakkal. Innentől válik komolyá az egész folyamat. Ezzel élesednek be elménkben megszületett terveink. Tapasztalat nélkül meglehetősen nehéz pontosan behatárolni a céljaink eléréséhez szükséges időt. Kérj tanácsot, ha van kitől, ha nincs, akkor kísérletez. Ha a kitűzött határidőre nem éred el egy célodat, nem történik katasztrófa. Kitűzöl egy másik időpontot. Három kulcs számot érdemes megjegyezni. Az első, hogy 21 nap alatt tudunk felvenni egy új szokást. Ha azt akarod, hogy automatikussá váljon a biztonsági öv bekötése, kényszerítsd rá magad tudatosan három hétig. Ennyi idő kell, hogy szokássá váljon. A 21 napos módszerrel olyan egyszerű tevékenységeket tudunk szokássá tenni, amelyeket nem kell megtanulni, csak emlékezni kell arra, hogy megtegyük őket. Példák ilyenekre. WC-tetőt lehajtani. Vitamint bevenni reggelinél kukát kitenni szerda reggel, amikor jön a szemetes. Másnapra tendőket leírni, és így tovább. Némi önfegyelem kell, semmi más. A második szám, hogy 18 hónap kell gondolkodásunk átalakításához. Amikor nem csak szokásaink átalakítása a cél, hanem értékrendünk, attitűdünk, gondolataink és elvárásaink átformálása, akkor három hét nem elegendő. A lefogyok 10 kilót, türelmes ember leszek, vagy leszokom a dohányzásról típusú célokhoz, hosszabb idő kell. Ennek az az oka, hogy a beégett énkép rendkívül erős. Átírásához hozzávetőlegesen másfél év szükséges. Ez idő alatt folyamatosan táplálnod kell elmédben az új gondolatot. A másfél éves átalakulási periódus alatt minden negatív hatásról vág le magad. Ez a legsebezhetőbb időszak. Egy negatív megjegyzés ilyenkor végzetes. Ha már stabil vagy az új inképeddel, akkor sokat kibírsz. Addig légy rendkívül óvatos. És a harmadik szám az az öt év. Mert öt év kell a gondolatok fizikai valósággá válásához. Életünk legtöbb területén jellemzően négy-öt év egy hosszabb projekt időtartama. Általános emberi tapasztalat, hogy négy-öt év alatt a dolgok állása gyökeresen meg tud változni. Használd ki ezt. Öt év alatt teljesen át tudod alakítani az életedet. A legtöbb ember túlbecsüli, hogy mit képes elérni egy év alatt, de messze alábecsüli, hogy mit képes elérni öt év alatt. Tartsd ezt fejben, miközben tervezel. Tervez öt éves ciklusokban. A határidő kitűzéséhez még három hasznos ötlet, amelyekkel rengeteg kellemetlenségtől tudod megkímélni magad. Az első, hogy egy év egy nagy projekt legyen. Életünk egy adott évben csak egyetlen nagy feladatot bír el. Ha építkezel, ezzel egy időben ne akard a vállalkozásodat is a csúcsra juttatni. Ha babát vársz, ne abban az évben kezd el a főiskolát. Kisebb projektek lehetnek a nagy terv mellett, tanfolyam, kert átalakítása, munkahelyen túlórás időszak, de ezekből is csak kettő, maximum három évente. Ha nem tartjuk be ezt a szabályt, annak vagy egészségügyi, vagy magánéleti probléma lesz a következménye. A másik hasznos ötlet, hogy a határidők logikai sorrendben épüljenek egymásra. Ahhoz, hogy elmehess egy több hetes ázsiai körútra, mondjuk a buddhizmus tanulmányozására, először meg kell teremteni az anyagi hátteret. A fogyáshoz elképzelhető, hogy otthonra szükséged lesz néhány edzőgépre, ami szintén pénzbe kerül. Lehet, hogy az idei nyáron nincs itt az ideje a korfúj nyaralásnak, mert más szélod élvez prioritást. Határozd meg a száz cél egymáshoz viszonyított sorrendjét. Gondold végig nagyon alaposan, hogy életed állomásai milyen sorrendben következzenek egymás után. És végül a harmadik ötlet, hogy döntsd el, mikor fizetsz. Az élet egyik nagy alaptörvénye, hogy csak kétféle alapfilozófia szerint lehet élni. Az egyik, hogy most dolgozol keményen, és később lazítasz. A másik típusú életfilozófia, hogy most éled világodat, és a munkát későbbre halasztod. Ez utóbbi esetben hitelt vettél fel az élettől, és kemény kamatokat fognak rajtad behajtani érte életet következő évtizedeiben. A döntés a tiéd. Tapasztalatom szerint az emberek 99%-a nem érti a fentieket. Nem arról van szó, hogy nem érti a szavakat, hanem hogy nem vonatkoztatja magára. Amikor a dilemma arról szól, hogy esténként, hétvégén, sőt akár egész nyáron és ünnepek alatt is kellene nyomni valamit, ami most nagyon fontos, lehet ilyen a tanulás, önképzés, munka, túlóra, szinte bármi, akkor a legtöbb ember ezt a gondolatot nem hajlandó tolerálni éli tovább megszokott életét. Mert a hétvége az hétvége. Egy ponton aztán beüt a krach. Mert mindig beüt. Emberünk ilyenkor mit csinál? Bűnbakot keres, és meg is találja a gonosz kormányban, a pénzéhes bankokban, a kizsákmányoló multikban, a főnökében, a szomszédjában, a szüleiben, és a sort lehet folytatni a végtelenségig. Mindenki hibás, csak ő maga nem. A történet nem új, Lafontem már rég megírta. Közismert meséjének a címe a tücsök és a hangya. Mindenki maga dönt, hogy melyik szerep az övé az élet nagy játszmájában. A harmadik lépés, határoz meg céljaidat a következő 12 hónapra. Meg kell határoznunk azt, hogy a határidők betartásához mit kell tennünk most. Életet hét területén írj össze mindent, amit a következő 12 hónapban el akarsz érni. Egy vonalas füzetben rajzolj egy táblázatot, ahol a sorokba a már tárgyalt hét kategória kerül. Írd be, hogy mi mindent szeretnél megvalósítani a következő egy évben. Legyenek ezek összhangban az álomkönyv céljaival. A cél legyen konkrét, mérhető és elérhető. Legyen kihívás, anélkül, hogy megszakadnál. Egy kategórián belül lehet akárhány konkrét cél. Van valami megnyugtató abban, amikor egy ilyen listára ránézünk. Amikor elképzeljük, hogy egy éven belül mindez megvalósul, akkor egyértelművé válik, hogy életünket mi irányítjuk. Alapvetően fontos, hogy párok együtt végezzék ezt a gyakorlatot, és minden lépésnél legyenek összehangolva az egyéni és a közös célok. A házasság két ember, ideális esetben egész életre szóló szövetsége, amit azért kötöttek, hogy álmaikat együtt érjék el. Mindent egyeztessetek, mindenben jussatok közös megegyezésre, Másrészről azonban mindenki szuverén ember, tehát legyen saját álomkönyve. Ezt követően a 12 havi céljaidból választ ki azt a tizet, ami számodra most a legfontosabb. Ha például van 40 célod, amit el szeretnél érni a következő évben, ez túl sok ahhoz, hogy mindegyikre maximálisan fókuszálni tudjál. Ki kell tehát választani azokat a célokat, amelyek most élveznek prioritást. Amikor megvan a tíz legfontosabb célod arra az évre, idd le őket névjegy méretű kis kártyákra. Legyenek ezek a kártyák mindenhol veled. A következő lépés, hogy határozd meg, hogy mi az az egy cél, ami számodra a legfontosabb az idei évben. Ha nem tudod, akkor nagy valószínűséggel csak sodrótsz a világban. Ha azonban meghatározod, akkor ez az egy nagy cél lesz életed rendezőelve a következő egy évben. Pontosan tudod, hogy merre tartasz, és mit akarsz. Az élet nem komplikál többé. Te ülsz a vezetőülésben. A negyedik lépés, hogy minden célodhoz határozd meg a megszerzendő tudást és jártasságokat. Miért nem érted még el a célodat? Mi a fő korlátozó tényező? Ez a szűk keresztmetszet, a legnagyobb akadály. Minden célnál a leggyengébb kulcs jártasság határozza meg a cél elérésének sebességét. A megszerzendő ismereteket írd fel a célok közé, és dolgozz ki tervet elsajátításokra. Rendszerint három területre kell fókuszálnunk. 1. Szakmai hozzáértés A tudás alapú társadalomban nem szorul különösebb magyarázatra, hogy az egész életen át tartó tanulás koncepciója mennyire fontos. A második, az önfegyelem képessége. Ha könnyű lenne kitűzött céljaidat elérni, már megtetted volna. Mivel azonban még nem sikerült, kitartónak kell lenned. Senki nincs, aki jobb példa lenne a soha ne ad fel filozófiára, mint Winston Churchill. 1940 sötét év volt az emberiség történetében. A világ nagy részét három diktatúra uralta. Az agresszívan terjeszkedő japán császárság, a kommunista Szovjetunió és a fasiszta Németország. Az Egyesült Államok Pearl Harbor előtt nem akart beavatkozni a külpolitikai eseményekben. Európában Hitler volt az úr, Miután a franciák is megadták magukat, egyedül a brit birodalomnak volt meg az ereje ahhoz, hogy a nácik terjeszkedésével szembeszálljon. A brit vezetők azonban, Chamberlain, Lord Halifax és VI. György király nem hittek abban, hogy sikerrel tudnának megküzdeni Hitlerrel. Békét akartak. Legyen a németeké a kontinens, csak hagyják meg nekik a gyarmatokat. Ilyen körülmények között nevezte ki a király május 10-én miniszterelnöknek Winston churchill akinek a feladata szó szerint a világ megmentése volt. Churchill számára a békekötés szóba se került, csak a teljes győzelmet tartotta elfogadhatónak. A parlamentben és a rádióban tartott beszédeivel felrázta, lelkesítette és mozgósította a briteket. 1940. június 4-én mondta el az alsóházban talán leghíresebb beszédét, benne a halhatatlan mondatokkal. Harcolni fogunk a tengereken és óceánokon. Harcolni fogunk egyre növekvő bizalommal és növekvő erővel a levegőben. Megvédjük szigetünket, bármibe kerüljön. Harcolni fogunk a partokon, harcolni fogunk a leszállópályákon, harcolni fogunk a mezőkön és az utcákon, harcolni fogunk a hegyekben. Soha sem adjuk meg magunkat. A többi történelem. Öt évvel később a németek feltétel nélkül megadták magukat. 1945. augusztusában pedig a japánok is kapituláltak. A szövetségesek megnyerték a háborút. A harmadik, a mentális állóképesség. Ez az egyik legfontosabb tulajdonság, amit a sikerre és a lelki egyensúlyra törekvő ember valaha megtanulhat. Akinek erős a mentális állóképessége, arról a kudarcok visszapattannak. Nincsen folyamatosan érzelmi hullámvasúton, mint az érzelmileg instabil ember, hanem gyorsan visszatér a normális kerékvágásba, ha valami felborította lelki egyensúlyát. Ez a képesség alapvető ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk haladni céljaink felé. Az ötödik lépés, hogy dolgoz ki akciótervet. A vállalati világban ezt projekttervezésnek hívják. A tervezés során meghatározzák a cél eléréséhez szükséges feladatokat, és ezekhez rendelik hozzá az anyagi és emberi erőforrásokat. Nekünk is ezt kell tennünk. Ha van terved, tevékenységeidet időrend és prioritás szerint rendezted, mindig fogod tudni, hogy egy adott pillanatban mit kell tenned céljaid eléréséhez. Az akcióterv kidolgozásának a menete. Először is elemezd kiinduló pozíciódat. Hol tartasz most? Ezt követően ír fel minden tevékenységet, amit meg kell tenned célod elérése érdekében. Ezután tedd a tevékenységeket logikai sorrendbe. Van ugyanis, amit csak egy előző feladat befejezése után lehet elkezdeni. És végül, dolgoz ki céljaidhoz a célelérés mérő számait. Más szavakkal honnan fogod tudni, hogy elérted azt a konkrét célt. A folyamat logikus, de csak a gyakorlatban lehet megtanulni. Kezd el csinálni, és kialakul. A hatodik lépés, hogy folyamatosan kövesd céljaid megvalósulását. Három időpontban érdemes követni céljaink megvalósulását. Az első az az éves célkövetés. Karácsony és szilveszter között találj egy fél napot, hogy átnézd éves céljaidat. A céltudatos embernek ez nem munka, inkább egy izgalmas játék, mit sikerült elérnem. A hét kategóriás táblázatban pipált ki, ami abban az évben megvalósult. Ami nem, azt írd át, ha még aktuális, a következő év tervei közé. Ilyenkor jó alkalom kínálkozik álomkönyved átvizsgálására és felfrissítésére is. Amit elértél, pipáld ott is ki, és tűz ki helyett egy másik célt. Lesz olyan álmod is, amit már nem akarsz igazán, annak helyére tegyél be egy másikat. Alkalmazd a havi célkövetést is. Évközben érdemes kijelölni mérési pontokat, amikor kiértékeljük munkánk előrehaladását. Megadja azt a biztonságot, hogy pontosan tudjuk, merre tartunk, és tökéletesen kézben tartjuk életünk alakulását. A havi célértékelést a tárgy hónapot követő hónap első napján érdemes elvégezni. A nagy évértékelésen kívül így minden évben lesz 11 tájékozódási pontod, amikor frissített céljaidat és a célkövető mechanizmust újra irányba állítod. És végül használd a napi célkövetést is. Előző este mindig állíts össze egy listát másnapi teendőidről. A feladatokat tedd ABCDE sorrendbe prioritás szerint. A prioritások meghatározásánál a következményeket vedd figyelembe. Mi lenne, ha nem csinálnád meg? Mi az, ami összhangban van hosszú távú céljaiddal, és mi az, ami kevésbé? Az ABCDE betűinek jelentése A. Nagyon fontos, tehát meg kell csinálni. B. Fontos, meg kellene csinálni. C. Jó lenne megcsinálni, de ha nincsen meg, akkor sincsen nagy baj. D. Delegálható, azaz a feladatot ki lehet osztani másoknak. E. Eliminálható, azaz teljesen kiúszható a teendők közül. A napi célkövetés és tervezés felteszi a koronát az egész eddigi folyamatra. Minden napod olyan lesz, ami előre visz álmaid irányába. És végül a hetedik lépés az, hogy cselekedj. A legtöbb ember azt gondolja, hogy a fentiekben leírt folyamat neki túl komplikált, és ezért nem is csinálja. Ne ebbe a hibába. Egy ponton túl szokássá válnak a fentiek, és nem is kell gondolkodni, csak csinálod automatikusan. Érdemes kipróbálni, mert plusz energiákat nem viszel, viszont az előnyei felmérhetetlenül nagyok. Mindig tarts szem előtt. Az ember célkövető mechanizmus. Csak akkor érezzük magunkat maradéktalanul jól, ha érezzük, hogy tartunk valamire tegyél valamit céljaidért minden nap. Tarts ki, és elfogod érni őket. Amit mindenképpen tudnod érdemes a célokról. 1. Mindig legyenek leírt céljaid. 2. Értékrended és céljaid legyenek összhangban egymással. 3. Éld a saját életed, és dolgozz a saját céljaidon. 4. 5 éves ciklusokban tervez. 5. Ha aggódsz vagy problémád van, gondolj a céljaidra. 6. Legyen álomkönyved képekkel és határidőkkel. 7. Tegyél ki a céljaidhoz kapcsolódó képeket a lakásban. 8. Céljaid leírásakor törekedj az aprólékos részletességre. 9. Rögtön felkelés után írd le a 10 célodat minden reggel. 10. A 10 fő célodat írd le kis kártyákra és vidd őket mindenhova magaddal. 11. Gyakran képzeld magad elé céljaidat. 12. Az elérős céljaidról csak azok tudjanak, akik támogatnak azok elérésében. 13. A lemondós céljaidat mondd el mindenkinek. 14. Legyenek egyenlő arányban lenni, tenni és venni típusú céljaid. 15. Soha ne gondolj arra, amit nem akarsz. 16. Legyél minden szituációban megoldás és cselekvés orientált. 17. Találd meg azt a területet, amiben kimagaslóan tehetséges vagy. 18. Egy éven belül egyszerre csak egy nagy projekttel foglalkozz. És végül 19. Ha nagy céljaid vannak, számíts nagy nehézségekre. Az időurai. Hatékony időgazdálkodás. Az ember, amióta világ a világ, mindig arra vágyott, hogy kevesebb munkával többet teljesítsen. Hogyan lehet ezt elérni? Javítani kell a hatékonyságot. A porosz uralkodó második Frigyes volt talán a valaha élt legszervezettebb ember ezen a földön. Egyedül irányította Poroszországot 46 évig. Nem volt családja, nem voltak barátai, szeretői, tanácsadói vagy bizalmasai. Egyedül kedvenc agaraiban bízott meg. Kizárólag franciául volt hajlandó beszélni, mivel azt tartotta az egyedüli civilizált nyelvnek. Németül csak a kutyáihoz szólt. Nyáron négykor, télen ötkor kelt, és mindig este tízkor feküdt le. Az államügyeket egyedül tartotta kézben, semmit nem delegált, senkitől nem kért tanácsot. Uralkodása alatt mindig tele volt a kincstár, és Poroszország európai nagyhatalommá emelkedett. Ma is őt tartják Napóleon mellett a legokosabb és a legnagyobb munkabírású embernek, aki valaha jelentősebb állam élén állt a történelem során. Kérdés, hogy ezért mekkora árat fizetett. Hogyan tudunk szervezettek lenni, ha kiegyensúlyozottabb, ugyanakkor hasonlóan eredményes életet akarunk élni, mint Frigyes? A hatékonyság növelésének főbb módszerei a következők. Az első a hosszabb munkaidő. Eredményeink növelésének ez a legkézenfekvőbb eszköze. A legtöbb ember nem is ismer mást, ha több pénzt akar keresni, automatikusan egy másodállás jut az eszébe. A hátrányok azonban nyilvánvalóak. Kevesebb szabadidő, kimerültség és a családi harmónia megbomlása. A második, tempósabb munkavégzés. Ha keményebben végzünk egy tevékenységet, az ténylegesen növeli hatékonyságunkat, de csak bizonyos határokon belül. Amikor energikusabban és fókuszáltabban végezzük feladatainkat, Akár 50%-kal nagyobb teljesítményt is ki tudunk hozni ugyanabból a munkaidőből. Mi a hátrány? Két dolog. Egyrészt nem lehet mindig a maximális fordulatszámon pörögni, másrészt így legfeljebb duplázni tudjuk csak teljesítményünket, a többszörözés teljesen kizárt. A 800%-os stahanovista csak a mesében létezik. A harmadik, prioritások alkalmazása. Ez a technika már a finomabb eszközök közé tartozik. Csodák történnek, ha képesek vagyunk folyamatosan az igazán fontos feladatainkon munkálkodni. Ha ki tudjuk választani azokat a tevékenységeket, amelyek a legnagyobb mértékben járulnak hozzá eredményeinkhez, akkor ugyanannyi idő alatt nagyságrendel többet leszünk képesek elvégezni. A negyedik a team munka. A csapat óriási előnye, hogy mindenki saját erősségei területén tud tevékenykedni. A csapatban végzett munka valamilyen titokzatos módon nagyságrendel eredményesebb, mint az egyének munkájának egyszerű összege. Úgy, mint a tökéletes harmóniájú házasságokban, ahol egy meg egy, az nem kettő, hanem tizenegy. És az ötödik, a leghatékonyabb módszer, az időtöbbszörözés. Ez a legkifinomultabb hatékonyságnövelő eszköz. Két alaptípusa létezik. Az egyik a jogdíjas termék létrehozása. Olyan terméket, például zenét, könyvet vagy szoftvert alkotunk, ami újra meg újra értékesíthető. Egyszer kell létrehozni, és a befektetett energia sokszorosát hozza vissza. A másik egy saját vállalkozás felépítése. Amikor saját cégünk van, és az alkalmazottak nekünk dolgoznak, vagy önálló üzlettulajdonosokból álló MLM hálózatot építettünk, amelynek a forgalmából részesedünk, mindkét esetben az időnket tudjuk megtöbbszörözni. A hatékonyság növelésével időt takarítunk meg, mindig az legyen a végső cél, hogy a felszabaduló idővel javítsunk életünk minőségén. Ahogy egy régi bölcs mondta, a pénz és az idő lehetnek az élet legnagyobb terhei. A legboldogtalanabbak azok, akiknek több van ezekből, mint amennyit fel tudnak használni. Időgazdálkodási rendszerek négy generációja. A világ egyik legnevesebb időgazdálkodási szakértője Stephen Covey. Tőle származik az a négyes felosztás, ami az időgazdálkodási rendszerek evolúcióját mutatja be egészen napjainkig, Kovi megfogalmazásában az órától az iránytőig. A négy generáció a következő. Az első a cetlik. A nagymamád is valószínűleg ezt a rendszert használta annak idején. Működésére az úszunk az árral filozófia jellemző. A legtöbb ember, aki nem az üzleti világban dolgozik, ma is ezzel a módszerrel menedzseli idejét. Nevét onnan kapta, hogy a lakásban mindenfelé cetlik hevernek, melyeken ott van minden lényeges információ, csak némi szerencsével meg kell találni a megfelelő papírfecnit. A szisztémát használó ember úgy gondolkodik, hogy tervezni nem kell, hiszen az élet feladatai adottak. Körülményeinket nem mi teremtjük, legfeljebb csak alkalmazkodni tudunk hozzájuk. Tervezni ezért felesleges, időgazdálkodásról nem beszélhetünk, maximum az idő józan paraszt alapján történő beosztásáról. Ha képes vagy lekezelni napi teendőidet, akkor már sikeresnek tekintheted magad. Második, határidőnapló. A cetliktől szabadulni igyekvő ember legtöbbször határidőnapló vásárlásával lép tovább. Ebben a rendszerben továbbra is az események hatékony lekövetése a cél. A teendő lista belekerül a naptárba, és minél többet pipálunk ki belőle, annál eredményesebbek vagyunk. A határidőnaplós rendszernek két áhilles sarka van. Az egyik, hogy a prioritások különösebb mérlegelése nélkül mindent el akarunk végezni a listáról, hát felírtuk, nem? Holott esetleg nem is lenne annyira fontos. A másik gyenge pont, hogy a naptár használata gyakran öncélúvá válik. Ami belekerül, azt hajlamosak vagyunk egyfajta szent tehénnek tekinteni. Ha a párodtól a hétvégi kirándulás megbeszéléséhez meeting időpontot kérsz, amit aztán mindketten beleírtok a naptáratokba, akkor ez figyelmeztető jel lehet. A harmadik a tervezési rendszer. Aki ilyet használ, az célok és prioritások alapján működteti az életét. Először meghatározza céljait, majd prioritás szerint ütemezi őket, és csak azután határozza meg napi teendőit. A tudatosan tervező ember úgy gondolkodik, hogy ő tartja kézben az életét. Szisztematikus gondolkodása azt eredményezi, hogy kevés a tűzoltás típusú feladat az életében, és emiatt megteheti, hogy csak a fontos feladataival foglalkozzon. És a negyedik, az alapelvekre és értékrendre épülő időtervezés. Ez a legmagasabb szintű időgazdálkodási rendszer, melynek működését Kovi részletesen tárgyalja a kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása és a 8. szokás című könyvében. Egy ilyen életfilozófia rendkívüli módon leegyszerűsíti életünket, mert értékrendünk iránytűként szolgál az eligazodáshoz az élet bonyolult kérdéseiben. Az időgazdálkodás 10 alaptörvénye. Van elég időd? A legtöbb ember erre határozott nem felel. A problémát az okozza, hogyha egyszerűen csak megpróbáljuk jól beosztani az időnket, az olyan, mintha egy Boeing 747-est akarnánk építeni, csak mert egyszer már hajtogattunk papírrepülőt. Nem fog sikerülni. Ismerni kell a törvényeket. Az idő saját logikája szerint működik. Erre kell először ráéreznünk. Íme a tíz alapvető törvényszerűség, amelynek megértése nélkül nem képzelhető el hatékony időgazdálkodás. Az első az értékrend törvénye. Az értékrend törvénye kimondja, életünk megszervezése alapvető értékeink letisztázásával kezdődik. Ez az időgazdálkodás alapja. Fizikai valóságunk minden egyes összetevője kétszer születik meg. Először a képzeletünkben, és csak azután a valóságban. Bármi, amit a környezetedben látsz, először ötletformájában létezett valakinek a koponyájában. Ez az ok-okozat ok alapelvének kiterjesztése mindennapjainkra. A gondolat az ok, környezetünk az okozat. Minden a fejünkben dől el, beleértve időgazdálkodásunk hatékonyságát is. Kové ezt így fogalmazza meg: már az elején lásd a végét. Időnk hatékony menedzselése nem onnan indul, amikor beírjuk teendőinket a naptárunkba és még csak nem is céljaink kitűzésénél. A legelső lépés értékrendünk letisztázása. Életutunk összerakásának helyes sorrendje tehát a következő. Először az értékrend meghatározása. Mi az, ami igazán fontos számodra? Ezt követően a határidős célok kitűzése. Mit akarsz igazán az élettől? Céljaid legyenek értékeiddel összhangban. Aztán a célok közötti prioritás meghatározása. Mi az, amit most akarsz, és mi az, ami ráér később? Végül napi tevékenységek listája. Minden, amivel napi szinten foglalkozol, legyen összhangban céljaiddal. Te alakítsd a körülötted levő világot, és ne hagyd, hogy a világ kényekedve szerint alakítson téged. A második a Pareto elv. A Pareto elv a közgazdaságtan egyik legfontosabb törvénye, felfedezése Wilfredo Pareto olasz közgazdász nevéhez fűződik. Időgazdálkodási variánsa így hangzik. Tevékenységeit 20%-a hozza eredményeid 80%-át. A párétoelv az élet egyik alaptörvényének számít, bármilyen területről is legyen szó. A világ népességének 20%-a birtokolja a vagyon 80%-át. A betegségek 20%-a okozza a halálozások 80%-át. A vevők 20%-a hozza a bevétel 80%-át. Egy partén a résztvevők 20%-a iszze meg az alkohol 80%-át. És még sorolhatnánk. A Pareto Ev alkalmazása során a következőket kell szem előtt tartanod. Fókuszálj a 20%-ra. Az eredmények 80%-át hozó tevékenységek a kulcs feladataid. Tudd, hogy melyek azok, és csak rájuk koncentrálj. A többivel ne is foglalkozz. A maradék 80%-ot limitáld, delegáld, vagy szüntesd meg. Kulcs feladataidban válj mesterré. Osztályoz magad egy tízes skálán amiben nem vagy legalább nyolcas, abban igyekez minél gyorsabban fejlődni, mert gátjává fog válni a sikerednek. Figyelj a leggyengébb láncszemre. Leggyengébb kulcs területet fogja meghatározni céljaid elérésének sebességét. Tudd, hogy mi ez. Vagy fejlődj benne, vagy delegáld a csapatodból annak, akinek ez az erőssége. A harmadik az idő megmaradás törvénye. Ez a törvény kimondja, hogy mindenre soha nincsen idő, de a legfontosabb dolgokra mindig van. Egyedül ennek az egy alapelnek a következetes alkalmazása forradalmi változásokat hozhat időgazdálkodásodban. Először helyet kell csinálni a fontos dolgoknak. Nem elég tudni, hogy mire kell fókuszálnunk, eredményes stratégiákra van szükségünk, hogy megszabaduljunk tevékenységeink haszontalan és értelmetlen 80%-ától. Az időmegmaradás törvényének gyakorlati alkalmazása. Gyakorold a kreatív halogatás szokását. A haszontalan 80%-ot addig húzzad, halasszad, ameddig csak lehetséges. Csak az igazán fontos dolgokkal foglalkozzál. Takarítsd el a káoszt az életedből. Akinek az életében a káosz a fő rendezőelv, annak ez nagyon sok idejébe fog kerülni. Ha úgy érzed, hogy neked ez nem gond, mert a zseni átlátja a káoszt, akkor rendben van. Ha azonban ura szeretnél lenni idődnek, akkor szüntesd meg a káoszt. Első lépésként tedd rendbe az íróasztalodat. A munkaterület pontosan mutatja gazdájának gondolkodását. A te íróasztalod milyen emberképét mutatja. Csak az legyen elől, amivel éppen foglalkozol. Rendezd el minden függő ügyedet. Mi az, amit régóta halogatsz, és csak tolod magad előtt az elintézését. Bármi, amivel saras vagy. Évek óta kikölcsönzött könyvek visszavitele, lakásrezsé elmaradások, autószervizelés, adótartozások, hitelek és adósságok visszafizetése. Lehet ez bármi. Rendezd el ezeket, mert balaszként fogják vissza az életedet. Dobd ki, amire nincsen szükséged. Csinálj helyet az új dolgoknak. Azt a ruhát, amit egy éve nem vettél fel, adod a máltai szeretet szolgálatnak. Csinálj otthon teljes lomtalanítást. Dobj ki, vagy ajándékozz el minden felesleges holmit. És végül hagyj el felesleges dolgokat. Ilyen például a telekommunikációs vérszívó, köznapi nyelvén a TV vagy a kereskedelmi rádiók műsorai. Ha állandóan zizeg valami a fejedben, nem tudsz másra figyelni, de ami ennél sokkal rosszabb, a tudatalatti sem tud kifogástanul funkcionálni. A negyedik a felkészülés törvénye. Az előkészület színvonala határozza meg a végeredmény minőségét. A tervezése fordított idő sokszorosan megtérül, napi 15-20 percnek órákban mérhető hozama. A felkészülés törvényének két legfontosabb alaptechnikája, az egyik, hogy mindig feladatlistával dolgoz. Mielőtt egy feladaton elkezdesz dolgozni, mindig gondold végig előtte a teendőket. Soha ne ugorj bele egy munkába gondolkodás nélkül. Meg fogsz lepődni, hogy önmagában ez az egy szokás mennyire letisztítja a gondolataidat. A másik, hogy minden napot tervez meg előző este papírom. Mielőtt lefekszel, Kivétel nélkül minden nap írd össze a következő napi feladataidat. Tipikusan ez 5-15 feladatot jelent. Ezt követően határozd meg az egyes teendők A, B, prioritásait, ahogy azt az előző CD-n láttuk. Itt van a csavar. Amikor van 15 feladatod, és úgy érzed, hogy ki sem látszol az intézni valók erdejéből, a Pareto elv értelmében csak 20% azaz három feladat lesz A kategóriás. Velük pedig nevetve megbirkózol. A többi teendő átkerül másnapra, vagy még későbbre, viszont ma tökéletesen nyugodt lehetsz, hiszen a legfontosabb három feladatoddal foglalkozni tudtál. Az ötödik a dugótörvénye. Miért nem érted el még a célodat? A dugótörvénye kimondja, hogy mindig van egy fő ok, egy szűk keresztmetszet, ami miatt ez még nem sikerült. Amíg ezt a bizonyos dugót ki nem húzzuk, addig nem jutunk előre. Jó hír, hogy a korlátozó tényezők 80%-a bennünk van képességeinkkel, szakértelmünkkel és szokásainkkal kapcsolatos. Rendkívül lényeges ezért az egész életen át tartó tanulás és önfejlesztés. A dúó kihúzása érdekében tedd a következőket. Olvass el hetente legalább egy könyvet. Legyen ez egy gondosan kiválasztott személyiségfejlesztő könyv vagy életrajz. Akárhova mész, mindig legyen veled egy könyv. Este tévénézés helyett olvas. Nézz inspiráló filmeket. Számomra ilyen a gladiátor, a lamancsalovagja, lovagja, a Grand Torino, a bakancslista, az élet csodaszép, vagy a muzsika hangja. Olyat válasz, amit téged inspirál. Soha ne nézd csak azért meg egy filmet, mert éppen az megy a tévében. Számos megbízható filmértékelő honlap létezik, válaszd egyet, ami neked megfelelő. Ha a film osztályzata 50% alatti, azt a filmet nem szabad megnézni. Hallgass felemelő zenéket, a zene segít összekapcsolni tudatalattinkat a felsőbb intelligenciával, természettel, őserővel, ki hogy nevezi. Jár képzésekre. Legalább negyed évente egyszer vegyél részt valamilyen egynapos konferencián vagy szemináriumon. Hallgass a kocsitban oktató és motiváló audioanyagokat. Az átlagember napi egy-két órát tölt közlekedéssel. Eközben általában csak nézünk ki a fejünkből. Az egyik leghasznosabb szokás, amit valaha felvehetsz, hogy utazás közben hanganyagokat hallgatsz. Keresd profiktársaságát. Igyekezz olyan emberekkel tölteni az idődet, akik nálad magasabb tudatossági szinten vannak. A környezetünkben levő emberek vagy felemelnek, vagy lehúznak. Ha nem a megfelelő emberrel beszélsz, akkor nagy valószínűséggel rossz tanácsot fogsz kapni. Attól fog ugyanis óvni téged, amitől ő fél. Erre rendkívül fontos emlékezni, ugyanis teljesen értelmetlen a mondandóját komolyan mérlegelni, mert tanácsa saját magára vonatkozik. Rád vagy igaz, vagy nem. És legtöbbször nem. A hatodik az elefánt törvénye. A régi találós kérdés szerint, hogyan lehet megenni egy elefántot? Falatonként. Tűnjék bármennyire is nyomasztóan nagynak egy feladat a munka elején, ha feldaraboljuk kisebb, áttekinthetőbb részfeladatokra, ezek már sokkal könnyebben kezelhetők. A feladatok elvégzése közben egyszerre csak egy lépésre, mindig a következőre fókuszálj. Ahogy a kínaiak mondják, csak ha már odaértél a híthoz, akkor gondolkodj, hogyan mész át rajta. A hetedik a béka törvénye. Brian Tracy, aki Stephen Covey mellett az időgazdálkodás másik világszerte elismert szakértője, annyira fontosnak tartotta ezt a törvényt, hogy önmenedzselésről szóló könyvének is ezt a címet adta. Edd meg a békát! A legfontosabb feladat... Amit leginkább hajlamosak vagyunk halogatni, ez a nagy béka. Ezek általában nagy, alkategóriás teendők, amelyek elvégzése leginkább előre visz minket céljaink irányába. A törvény kimondja: a munkanap során először ezt a békát nyerd le, vagyis minden napot a legfontosabb feladattal kezdj, és tudni fogod, hogy a legkellemetlenebb dolgon túl vagy, a nap többi része már biztosan élvezetesebb lesz. A nyolcadik a második kvadráns törvénye. Covey nevéhez fűződik az időgazdálkodás egyik legfontosabb alapelvének illusztrációja, a fontos sürgős négyszög. Ez szerint minden feladatunk négy kategóriába sorolható. Az első kvadrás a sürgős és fontos feladatok. Ilyen például egy fontos jelentés megírása, amit határidőre le kell adnunk, vagy egy akut válsághelyzet, ami azonnali megoldást követel. A második kvadrás a fontos, de nem sürgős feladatok. Ilyen a testedzés, a tervezés, a családunkkal töltött idő, a szabadidős tevékenységek és a lazítás, kikapcsolódás. Fontos, de bármendig lehet halogatni. A harmadik kvadráns a sürgős, de nem fontos feladatok. Tipikusan ilyen egy bejövő telefonhívás, amit a legtöbb ember mérlegelés nélkül felvesz. Ebbe a kategóriába tartozik az e-mailek jelentős része és a belső kollégák, ismerősök részéről jelentkező félbeszakítás. És végül a negyedik kvadráns a nem fontos és nem sürgős feladatok. Ilyen a szörfözgetés a netem, vagy az e-mailek és bejövő hívások egy része. A kellemes időtöltések nagy százalékban ebbe a kategóriába tartoznak. Egy feladat besorolásánál azt kell mérlegelnünk, hogy milyen súlyosak lesznek a következmények, ha nem csináljuk meg. Az alapszabály ez. Az igazán fontos dolgok ritkán sürgősek, a sürgős dolgok pedig ritkán fontosak. És itt van a sokkoló valóság a legtöbb ember, anélkül, hogy ebbe egy pillanatig is belegondolna, káoszmenedzsmentet folytatva éli az életét. Idejének 90%-át az első kvadránsban tölti, fontos és sürgős feladatokkal, egyik tűzoltásban rohanva a következőre. Ebben annyira elfárad, hogy a maradék 10%-ban már csak haszontalan, nem sürgős és nem fontos dolgokra, ezek a negyedik kvadránsban találhatók, csak ezekre marad energiája életünk sikerének kulcsa a kettes kvadránsban rejlik. Előzd meg a válsághelyzeteket. Juss el oda, hogy tevékenységeid nagy része ilyen típusú legyen. Rohanás nélküli, ütemezett alkotó tevékenység, regenerálódás, tervezés, családi kapcsolatok ápolása, testi kondíciód megőrzése. A kilencedik a növekvő hatékonyság törvénye. Henry Ford találta fel az ipari tömegtermelést. Mi volt sikerének titka? a futószalag. Ford felismerte azt a törvényszerűséget, hogy ha sokszor ismételünk egy feladatot, egyre jobbá válunk benne, és a munka elvégzéséhez szükséges idő a töredékére csökken. A T-modell előállításához szükséges időt úgy szorították le 12,5 óráról 93 percre, hogy a gyártási műveletek számát 84-re csökkentették. Egy munkás csak egy területhez értett, ami adott esetben nem volt több, mint egy lámpa felcsavarozása a karosszériára. Mivel ezt a tevékenységet végezte egész nap, annyira beletanult, hogy egy idő után akár félálomban is villámgyorsan képes volt feladatát végrehajtani. Az ismétlés hihetetlen mértékben tudja növelni a hatékonyságot. Egy feladat elvégzési idejét akár 80%-kal is tudjuk csökkenteni ezzel az egyszerű módszerrel. A növekvő hatékonyság törvényének alkalmazása. Igyekez mindig gyors tempóban dolgozni fejleszt ki magadban a sürgőség érzését. Nagy, 60-90 perces időblokkokban végezd feladataidat. A felkészülés, a ráhangolódás és aztán a munka végén az összepakolás relatív nagyon sok időt elvihet. Ha legyőzted a kezdeti tehetetlenséget, mozgásban maradni már jóval könnyebb. Ne csapongj tehát a feladataid között, ha belekezdesz valamibe, csináld huzamosabb ideig. Csoportosítsd egybe a hasonló jellegű feladatokat. Például ügyintézést, háztartási munkákat, telefonálást, adminisztrációt, vásárlást, tervezést. Törekedj arra, hogy ezeket egy időblokkban végezd el. És végül a tizedik a szokás törvénye. A szokás nem igényel tudatos gondolkodást. Végrehajtását a tudat szabályozza. Sikerünket legalább 95%-ban szokásaink határozzák meg. Jó szokásokat nehéz kialakítani, de könnyű velük együtt élni. Rossz szokásokat könnyű kialakítani, de nehéz velük együtt élni. A szokástörvénye kimondja: Időgazdálkodásunk hatékonysága végső soron szokásaink minőségétől függ. Agyunkban úgynevezett automatikus célkövető mechanizmus működik, melynek programozását mi végezzük a célok kitűzésével. A jó szokások ezzel a mechanizmussal együttműködve tudják legeredményesebben kifejteni hatásukat. Önmenedzselési kérdőív. Az alaptörvények ismeretében már elkezdhetjük kialakítani saját időgazdálkodási rendszerünket. A következő tíz kérdés ebben nyújt segítséget. Első: hogyan tudnám a rendelkezésre álló időt most a leggazdaságosabban felhasználni? Mennyire vált szokásoddá, hogy rendszeresen felted magadnak ezt a kérdést? A válasz megadja időtudatosságod mértékét. Aki hagyja kifolyni kezei közül az időt, az ritkán ér el nagy sikereket az életben. Az idő túlzott előtérbe helyezése azonban ugyanúgy problémát jelenthet. Az altípusú személyiség egyik fő ismertető jegye a sietségbetegség, ami egyik meghatározó oka e típus gyakori szívbetegségének. Alakíts ki egy egészséges középutat, ami kiküszöböli a két szélsőséget, ugyanakkor folyamatosan figyelj az idő hatékony felhasználására. Második, Mekkora hasznom származik abból, ha elvégzem ezt a feladatot? Ha tempósan akarunk haladni céljaink irányában, akkor a legtöbbet kell kihoznunk a rendelkezésre álló időből. Ebben az összefüggésben tehát a haszon mindazt az eredményt jelenti, ami céljaink megvalósulásához kapcsolódik. A haszon lehet természetesen pénz, de jelenthet harmonikusabb családi kapcsolatokat, jobb egészséget, tartalmasabb munkát vagy lelki békét is, attól függően, hogy abban a pillanatban éppen mi élvez számodra prioritást. Harmadik, miért nem értem el még a célomat? Mi a fő akadály? A dugó törvénye szerint mindig van egy fő oka annak, ha nem vagyunk képesek valamely konkrét célunk elérésére. Tudod-e, hogy neked mi ez a dugó, vagy csak sötétben tapogatózol? Amennyiben sikerül meghatároznod az okot, akkor a lézerhez hasonlóan rá tudsz fókuszálni a megoldásra, és a koncentráció törvénye szerint rövidesen javulást, majd áttörést tudsz elérni. Negyedik, mik a kulcs feladataim? A Pareto el szerint teendőink 20%-a határozza meg eredményeink 80%-át. Ez a 20% a kulcs feladatok köre. Tudod pontosan, hogy neked melyek ezek? Ötödik, mennyire vagyok jó a kulcs feladataimban? Ha kulcs feladataid lefedik személyes erősségeid területét, akkor sikerre vagy ítélve. Fejlődj ezekben, és válj kiemelkedővé bennük. Munkát többi részterületét delegáld a megfelelő embereknek. 6. Mi az a képesség, amelynek elsajátítása kiemelkedő hatással lenne eredményeimre? Egy adott élethelyzetben mindig létezik egy olyan jártasság vagy képesség, amelynek megtanulásával ugrásszerűen javulnak eredményeink. Ez bármi lehet, vezetési képességeink fejlesztése, online marketing módszerek elsajátítása, esetleg angol tudásunk elmélyítése. Tisztában vagy vele, hogy neked mi ez az egy dolog jelenleg? 7. Mi a 10 legfontosabb célom az idei évre? A célokról szóló CD-ben beszéltünk arról, hogy mennyire életbe vágó az adott év 10 legfontosabb céljának ismerete. Most ebben a pillanatban, ahogy hallgatod ezt az anyagot, el tudnád őket mondani? Ha nem, akkor rossz hírem van, valószínűleg nem tudod, hová tartasz az életben. 8. Mi az első számú célom idén? Ez a cél az idei év fő motívuma. Ha úgy éled az életedet, hogy minden évednek megvan a központi célkitűzése, akkor elképesztő sikereket fogsz elérni földi pályafutásod során. Aki nem sajátította el ennek a sikerelvnek az alkalmazását, azt az igazán nagy eredmények elkerülik, mert energiáit nem képes egyetlen pontosan meghatározott irányba fókuszálni. 9. Melyik kvadránsban található napi tevékenységeim nagy része? Ha ez a fontos, nem sürgős kvadráns, akkor jó úton jársz. Ha nem, akkor dolgozz ki stratégiát, hogyan juthatnál át oda. A következőkben számos ötlet ad ebben segítséget. És végül a tizedik, Elegendő az energiám az eredményes időgazdálkodáshoz? Időnk hatékony menedzseléséhez magas energiaszint szükséges. Törekedj ennek elérésére és hosszú távú megtartására. Hogyan legyél időmilliomos? Az eddigiekben az elméletet tekintettük át, ültessük át most mindezt a gyakorlatba. A következőkben megtalálod a legjobb stratégiákat, amit valaha kitaláltak időgazdálkodási területen. Tanuld meg és alkalmazd a zéró alapú gondolkodást. A zéro alapú gondolkodás Brian Tracy zseniális módszere életünk prioritásainak meghatározására. Vizsgáld meg a téged körülvevő embereket és dolgokat olyan szempontból, hogyha nem lennének, akkor törekednél le arra, hogy életed részévé tedd őket. Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket. Ezek közül némelyik csak erős idegzetőeknek való. Ha most keresnél állást, választanád-e a jelenlegi munkahelyedet? Ha lakásvásárlást terveznél, a jelenlegi lakhelyedre költöznél? Ha most kezdenél iskolába járni, azt a szakmát választanád, amiben jelenleg is dolgozol? Ha nem lennél házas, kit választanál? Ha nem lenne autód, megvennéd azt, amivel most jársz? Ha most kellene kialakítanod a baráti körödet, ugyanazokat az embereket választanád? Tetszőleges számú kérdést tehetünk fel, a cél azonban mindegyiknél ugyanaz. Annak megállapítása, hogy a jelenlegi helyzet mennyire kedvünkre való. A módszer zsenialitása abban rejlik, hogy gyakran tekintjük a fennálló élethelyzetet fixnek, változtathatatlannak. A következmény az, hogy nem is gondolkodunk a megváltoztatásán. Maradunk és inkább megtanulunk együtt élni a frusztráló élethelyzettel. Ha a fenti kérdések valamelyikére zéró alapon gondolkodva nem a válasz, akkor miért vesztegeted az idődet? Minden évben tervezd újra az életedet. Zéró alapú gondolkodással minden évben nézd át, hogy ahol most tartasz az életedben, ott akarsz-e tartani igazán. Ez az újratervezési stratégia kiválóan reprezentálja azt az elvet, hogy az időgazdálkodás célja nem egy adott élethelyzet menedzselése, hanem hogy azzá váljunk, akivé igazából válni szeretnénk. Évente egyszer tarts teljes leltárt az életedben. Felesd el egy pillanatra az összes nem lehet, nincs rá pénz, muszáj ezt csinálni, vagy lehetetlen típusú gondolkodási sablont. Indulj ki abból, hogy abban az évben újra megszülettél. Mi lennél, mit tennél, mibe fognál bele, mit szeretnél elérni ebben az új földi életedben? Fejlesz ki magadban pozitív attitűdöt. Mint mindenhez, az időgazdálkodáshoz is szükséges a pozitív hozzáállás, sőt, ehhez kell igazán. Időnk kézben tartása gyakorlatilag életünk kézben tartását jelenti. Legyél tehát optimista és konstruktív. A leglényegesebb hozzáállás, amit életed újra tervezéséhez megtanulhatsz, a minden lehetséges attitűd. A modern civilizációk legsúlyosabb mentális betegsége a konformizmus. A szó alapjelentése alkalmazkodás. A 20. században azonban ennek szélsőséges formája az elvtelen, megalkóvó viselkedés vált uralkodóvá. A konformista ember feladja elveit, saját gondolatait és céljait annak érdekében, hogy a többi ember elfogadja. Beállunk a többi kisbirka közé, mert így kényelmes. A diktatúrák direkt eszközökkel és erőszakkal tartják kordában nyájuk báránykáit. Demokráciákban közvetett módszerekkel manipulálnak bennünket, meghagyva azt az illúziót, hogy saját akaratunkból hozzuk meg döntéseinket. Figyeld magadat, és légy résen, a reklámok, a politikusok, a média, de még a barátaid is a konformitás felé terelgetnek körbönfont módszereikkel. Ha behódolsz, elveszíted önmagadat, és részévé válsz az arctalan tömegnek. A megoldásra fókuszálj. A nehézségek és a problémák visznek előre bennünket az életben, mert általuk tudunk fejlődni. Mégis mindent megtennénk, hogy elkerüljük őket. Ez azonban téves gondolkodás. Ha problémád van, örülj neki, Megoldásával tudsz előrelépni. A probléma azonban nem a probléma. Az igazi gondot az jelenti, hogy a legtöbb ember csak azt fogadja el, ami nyilvánvaló, ami már létezik. Hiszem, ha látom. A probléma ott van előtte, tehát létező dolog, azt elhiszi. A megoldás? Az egyelőre még nem létezik, tehát jóval nehezebb hinni benne. A fentiek miatt, amikor egy nehézséggel találkozol, Alapvető, hogy ne a problémára, hanem a megoldásra fókuszálj. Bármilyen megoldandó helyzettel találkozol, az első gondolatod ez legyen. Van megoldás. Lásd neki, és találd meg, hogy mi az. Mindig papíron gondolkodj. Amikor valami nagyon foglalkoztatja az embert, gondolatai össze-vissza csaponganak, és emiatt képtelen tökéletesen fókuszálni. Fontos ezért elsajátítani a papíron gondolkozás szokását melynek előnyei a következők. Rákényszerít az összpontosított figyelemre. Gondolatainkat jóval könnyebb mederben tartani, ha valamilyen konkrét fizikai dologra kell figyelnünk. Esetünkben ez a papíron levő szöveg. A szó elszáll, az írás megmarad. Amit leírunk, azt nem felejtjük el. Vizuális csatornán is érkezik inger az agyba. Filmeket, ha máshol nem hát tévén, nagyságrendel többen néznek, mint a hányan könyvet olvasnak. Az ok, hogy agyunk számára a látvány rendkívül erős ingert jelent. És végül leköti a tudatos elmét. Az írás mechanikus monoton tevékenysége megnyugtat, ellazít, így a tudatalatti ötleteink igazi szállítója zavartalanul tud közben dolgozni. Minőségi idő a munkában, és mennyiségi idő otthon. Az átlagember abban a hitben él, hogy egyfajta életmód létezik: rengeteg munka és kevés családdal töltött idő. Más szavakkal, mennyiségi idő a munkában és minőségi idő otthon. Még ideológiát is farag -e köré. Keveset tudok együtt lenni a gyerekeimmel, de azt a keveset minőségi módon töltöm el. Ez azonban tévedés, mert nem számol az emberi természettel. Régóta ismert tény, hogy az emberi kapcsolatok elmélyítéséhez hosszú időre van szükség. Ha kiegyensúlyozott családi kapcsolatokat akarunk, akkor sok időt kell eltöltenünk a családtagjainkkal. Kevés időből nagyon nehéz minőséget kihozni. Munkánkra pont ellenkezőleg minőségi időt kell fordítani. A tudás alapú társadalom csata kiáltása az eredmény. Ha teljesítesz, akkor senkit nem érdekel, hogy mennyit dolgozol. Annak a kornak leáldozott, amikor a munkahelyen töltött időért fizettek. Ma csak az a kérdés, hogy elvégezted-e a munkát. Ha igen, szólnak a fanfárok, ha nem, jön a kivégző osztag. Szó szerint létkérdés a hatékonyság. Mindig prioritásokban gondolkodj. Ez a három szó a hatékony időgazdálkodás talán legnagyobb titka. Időnkre sokan tartanak igényt. A család, a munkahely, a média, a barátok, a kert, a kutya, és még sorolhatnánk. Alapvető, hogy minden döntésedben a céljaid által diktált prioritás legyen a meghatározó. A korábban már tárgyalt ABCDE módszerrel el tudod dönteni, hogy mi az, ami egy adott pillanatban a leghatékonyabb időfelhasználást jelenti számodra. A prioritásokban gondolkodás szokását azonban neked kell kialakítani. Mindig a tömeggel ellentétesen mozogj. Paul Valeri mondta, amit mindig, mindenhol mindenki elfogad, majdnem biztos, hogy helytelem. Igyekezd tehát függetleníteni magadat a közvélemény hatásától. Előfordulhat, hogy a többség véleménye helytálló, de itt most nem ez a lényeg. A fontos az, hogy minden esetben egyénileg mérlegeld a helyzetet, és te hozd meg a saját döntésedet, függetlenül mások véleményétől. Időgazdálkodási szempontból fizikailag is fontos, hogy a tömegekkel ellentétesen mozog. Ha például valaki Budapesten lakik, tudja, hogy a reggeli órákban az agglomerációból a városba, illetve Budáról Pestre tart a legtöbb ember. Mennek munkába, ezért ezeken az utakon alakul ki a legtöbb dugó. Késő délután ugyanezeken az utakon a legnagyobb a forgalom, csak ellentétes irányban. Mi a megoldás? Reggel kifelé menj, este befelé. Ilyen egyszerű. Mondhatod persze, a munkahelyem miatt ez lehetetlen. Nem tudom megcsinálni. Mit is mondtunk pár mondattal korábban? Mindig van megoldás. Ha hiszel benne, meg fogod találni. És néhány példa ugyanezzel a logikával. Hónapátot a szezon után vegyél a fagyálló szélvédőmosóval együtt. Karácsonyi ajándékaidat még a szezon előtt nyáron vagy ősszel vedd meg. Nyaralni az elő vagy az utószezonban menjél. Bevásárlásaidat a normál munkaidő alatt, 8-5-ig bonyolítsd, vagy este 10 után, de semmi esetre sem pénteken vagy szombaton. Nyáron menj sielni, télen menj nyaralni. Május 1-én és augusztus 20-án maradj otthon amit csak lehet, a neten vásárolj házhoz szállítással. Rendszeres időközönként lazíts és meditálj. A három legnagyobb világvallás a kereszténység, az iszlám és a buddhizmus. Követőik száma mintegy négy és fél milliárd főre tehető, ami a föld népességének közel kétharmada. A három vallás alapító Jézus Krisztus, Mohamed és Gautama Buddha. Mindhármuk életében megtalálható a küldetés előtt magányban töltött idő motívuma. Az új szövetségből tudjuk, hogy Jézus megkereszteltetése után elvonult a pusztába és 40 napig imádkozva bőtölt. Mohamed egy mekka környéki barlangba járt meditálni, és egyik ilyen alkalommal jelent meg neki egy látomásban Gábriel arkangyal, hogy átadja Allah tanítását a későbbi profétának. Butha több éves vándorlás után végül egy fügefa alatt ülve, 49 meditációval töltött nap után világosodott meg. Három olyan emberről van szó, akik az emberiség történelmét talán a legnagyobb mértékben befolyásolták. Miért keresték a magányt? Milyen célokat szolgált az egyedüllét? Létezik egy felsőbb hatalom, amit világnézettől és hitrendszertől függően más és más néven illettek a történelem folyamán. Isten, Allah, Őserő, teremtő, természet, végtelen intelligencia, tudat feletti, és még sorolhatnánk. Joda csak úgy hívta az erő. Akik kapcsolatba tudnak lépni ezzel a felsőbb hatalommal, képesek megsokszorozni energiájukat, és mindenben sikeresebbek. Úgy tűnik a kapcsolatfelvétel leghatékonyabb módja a magányban háborítatlanul töltött meditáció és a lazítás. A válaszok fentről intuíció és megérzés formájában érkeznek. A lényeg ugyanaz, csak a megfogalmazás más. Imádság, fohász, meditáció, relaxáció, elmélkedés, filozófálás. Gondolj csak bele, hogy mennyire automatikus a reakciónk, amikor nagyon akarunk valamit. Ösztönösen fohászkodunk. Uram, ad, hogy összejöjjön ez a dolog. Vagy segíts, nehogy baja essen a fiamnak ezen az úton. Ha igazán nagy a probléma, Ateista ember nem létezik. Lazis tehát. Hagyd dolgozni az automatikus célkövető mechanizmust. A tudatos elme csak arra jó, hogy döntéseket hozzon. Arra nem képes, hogy a cél elérés során vezessen bennünket. Át kell magunkat adni ebben a dologban egy felsőbb hatalomnak, amelyel a tudatalattinkon keresztül tudunk csak kommunikálni. Használj időtervező rendszert. Ha csak nem él valaki teljesen visszavonult életet, nehéz elképzelni, hogy boldogulni tud a mai pörgős, ezernyi követelményt támasztó világban határidőnapló nélkül. Feladatainkat valamilyen eszközzel követni és rendszerezni kell. Sokfajta egyszerűbb és bonyolultabb rendszer közül lehet választani. Ha a neten beütjük a keresőkbe, hogy határidőnapló, filofax vagy egyszerűen csak naptár, rengeteg találatot fogunk kapni. Mindenki kiválaszthatja magának a legszimpatikusabbat, legyen az papír alapú vagy elektronikus időtervezési szisztéma. Én személy szerint egy elektronikus rendszert, az EPIM nevű programot használom évek óta. Kiválóan lehet szinkronizálni a Google rendszereivel, egy okos telefonon keresztül akkor is elérek minden információt, ha úton vagyok. Nyomtatott határidőnaplóra emiatt nincs is szükségem. De a lényeg, hogy használj valamit, Véleményem szerint érdemesebb megtanulni az elektronikus kütyük használatát, mivel lassan kifele megyünk a Gutenberg galaxisból. A papír fokozatosan kifog szorulni életünkből a következő években, évtizedekben. Mindig listából dolgoz. Az időgazdálkodással foglalkozó nagy guruk, Ellen Brian Tracy, David Ellen és mások bármelyik könyvét felüthetjük, teljes biztonsággal megjósolható, hogy időnk tervezéséhez a szerző alaptechnikaként a listaírást fogja ajánlani. Angol nyelvterületen az élet szinte minden területén egy esküvő megszervezésétől a repülésig használják a checklist, vagyis ellenőrző lista kifejezést. Egy ilyen jegyzékből semmi fontos nem marad ki, mert a terület szakemberei sok ezer munkaórát töltenek a lista tökéletesítésével. Ugyanezt az elvet kell követnünk privát életünkben is. A mi ellenőrző listánk a Mesterlista ami napi időtervezésünk kiinduló pontjaként szolgál. Mindig ezt érdemes először elkészíteni. Amikor úgy érzed kezdenek a hullámok összecsapni a fejed felett, a mesterlista megírása létfontosságú. Első lépésként összeírunk minden teendőt. Húzós időszakban ez akár 40-50 feladat is lehet, nem csoda, hogy túlterheltnek érzi magát az ember ilyenkor. A második lépés a feladatok prioritás szerinti rangsorolása a szokott ABCDL-sztémával. Nézzünk meg egy olyan példát, ahol a listán 50 teendő sorakozik, miután a mesterlistával elkészültünk. A sok túlélése után elkészítjük a rangsorolást. Nagyjából 10%-ról jobban átgondolva kiderül, hogy nem is lényeges, vagyis elkategóriás. Őket könyörtelenül kihúzzuk. A feladatok 20%-a delegálható, csak annyi feladat van velük, hogy a célszeméllyel, családtag, beosztott munkatárs, ritkábban ismerős, meg kell beszélni a pontos teendőket ezekkel kapcsolatban. A megmaradt 35 teendőből a Pareto elv szerint 6-8 feladat lesz A kategóriás. Ugyanennyi elintézni való kerül a C csoportba, a fennmaradó rész 20-22 feladat pedig a B kategóriába. Mit kezdünk ezzel az információval? A javaslatom a következő. Vezesd át a határidő a listát a következő módon. Az A feladatokat írd be másnapra, 6-8 teendő már kezelhető mennyiség, a béket a következő hét napra, a céket pedig egyszerűen felejtsd el. Az egész tervezési procedúra maximum egy óra alatt megvan. A válsághelyzet elmúlt. Időgazdálkodás a mindennapokban. Tanuld meg kezelni az időnyomást. Időnyomás alatt azt a szituációt értjük, amikor egységnyi idő alatt tíz egységnyi feladatot kellene elvégeznünk, ráadásul ezek mindegyike halaszthatatlanul sürgősnek tűnik. Mit tudunk ilyenkor tenni? Mindenek előtt higgadj le. Az amigdala ilyenkor küzdj vagy menekül helyzetet érzékel, és hormonokkal árasztja el a szervezetet. De ez téves riasztás. Megküzdeni nincs kivel, ha pedig elmenekülnél, annak általában súlyos következményei lennének. Úgyhogy nyugalom. Első lépésként írj egy olyan listát, amin csak a sürgős feladatok szerepelnek. Ezek lehetnek fontosak és kevésbé fontosak, de ennek jelen esetben nincsen jelentősége. Második lépésként húz ki azokat a teendőket, amelyeknek a határidejét különösebb következmény nélkül ki tudott tolni. A harmadik és egyben utolsó lépés, hogy a megmaradt feladatokat rangsorold a szerint, hogy mekkora probléma lenne belőlük, ha nem csinálnád meg őket azonnal. Használj tízes skálát, mert így könnyebb őket összehasonlítani. Csak a kilencesre és tízesre rangsorolt feladatokkal foglalkozzál. Ezek száma általában nem több, mint három-négy, velük már viszonylag könnyedén megbirkózol. Minden reggel írd le a tíz fő célodat. Az időgazdálkodás csupán egy eszköz, és ezt soha nem szabad szemelőt téveszteni. A végső cél az, hogy maradéktalanul kibontakoztassuk a bennünk rejlő lehetőségeket, és tökéletesen megvalósítsuk igazi önmagunkat. Ha tudjuk, hogy mit akarunk elérni az életben, akkor semmi más nem kell tennünk, mint ezeket a célokat beprogramozni a tudatalattinkba, és elménk automatikus célkövető mechanizmusa ebbe az irányba fog kormányozni minket. Természetesen a megérzések és intuíciók formájában fentről kapott utasításokat végre kell hajtani, vagyis a cselekvés elengedhetetlen. Ébredés követően azonnal írd le tíz legfontosabb célodat. Ez a programozás jelenleg ismert egyik leghatékonyabb formája. Az ébredést követő félkómás vagy alfa állapot azért a legjobb, mert a tudatos elme tudatalatti blokkoló hatása ilyenkor még nem tud teljesen érvényesülni. A tíz cél az adott évre vonatkozó legfontosabb célkitűzések leírását jelenti kijelentő módban, egyes szám első személyű pozitív állítás formájában. A tíz mondat leírása nem tart hosszabb ideig, mint 3-4 perc, de hatása felmérhetetlen, a célkövető mechanizmus ismét irányba tud állni. Tanuld meg a hatékony papírmunka fortéjait. A magam részéről ki nem állhatom a papírmunkát. Vélhetően azonban jó darabig még együtt kell élnünk vele, ezért célszerű részletekben menően megtanulni mesterfogásait. Ted szokásodnál, hogy minden bejövő papírt ugyanarra a helyre teszel. Én például egy fából készült papucsot használok erre a célra. Amikor időd engedi, két-három naponta mindenképpen érdemes erre időt szakítani, dolgozd fel a papírhalmot. Az alapszabály ez. Minden kezedbe kerül dokumentummal csak egyetlen egyszer foglalkozzál. Minden papírt sorolj be az ildi betűszó szerinti négy kategória valamelyikébe. I, mint intéz. Ide tartoznak azok a dokumentumok, amelyek intézkedést igényelnek. Ha például megkapod a mobil számládat, akkor azt valamikor be kell majd fizetned. Ha csekken fizetsz, akkor beírod másnapra, vagy amikorra a fizetést tervezed. Ha neten utalsz, akkor rögtön elutalod, vagy beírod a megfelelő napra. Miután a feladatot elvégezted, vagy eldöntötted, mikor fogod elvégezni, a papírt lefűzöd a megfelelő dossziéba. El, mint lefűz. Bizonyos papírokkal semmilyen teendő nincsen, de célszerű őket megőrizni egy ideig. Ha például kapunk egy egyenleg közlőt a biztosításunk állásáról, vagy a földhivatal értesít egy bejegyzés megtörténtéről, akkor jó, ha ez a dokumentum megmarad, ezért érdemes lefűzni. A lefűzési szisztémát a következő részben fogjuk tárgyalni. D. Mint delegál. Ha bizonyos feladatokat delegálni tudunk, azzal rendkívül sok időt takarítható meg. Kinek delegáljunk? Lehet családtagnak, egy megbeszélt munkamegosztás alapján, fizetett alkalmazottnak, egy szolgáltató cégnek, vagy éppen egy ismerősnek, aki szívességből megcsinálja az adott feladatot és végül i, mint iktat. Esetünkben ez a szó a szemétkosárba juttatás fedőneve. Vannak bizonyos papírok, amelyekkel az égvilágon semmilyen tendő nincsen. Ezeket könyörtelenül dobt ki. Használ rendszereket. Akik professzionális szintre fejlesztették időgazdálkodásukat, mindannyian rendszereket használnak. Mi a rendszer? előre kigondolt és megtervezett feladatkezelési technika, ami attól működik annyira jól, hogy nem kell minden egyes alkalommal újra kitalálni a folyamatot. Egy idő után rutinná válik, ami radikálisan lecsökkenti az elvégzéséhez szükséges időtartamot. Gyakorlatilag minden ismétlődő tevékenységre érdemes a rendszert kialakítani. Néhány példa. dossziérendszer, rendszer, ahol mindennek pontos helye van, egy dokumentum pár másodperc alatt lefűzhető, és ugyanilyen gyorsan előkereshető. Számlák utalása lista alapján internetbankkal a hónap egy bizonyos napján. Bevásárlás listával és referenciárakkal. És még lehetne sorolni, de azt gondolom, hogy ennyi példa elegendő. A fenti rendszerek kialakítása kezdetben meglehetősen munkaigényes feladat, ezért teszik meg olyan kevesen, később azonban busásan megtérül a befektetett idő és energia. A rendszerek alkalmazásának főbb előnyei a következők. 1. Automatikussá válik a folyamat. 2. Nem felejtjük el. 3. Sokkal rövidebb idő alatt végzünk a feladattal. 4. Magasabb minőségű az elvégzett munka. 5. Nem halogatjuk az elvégzését. 6. Kisebb a hibázás lehetősége. És 7. Kevesebb energiát igényel. Ha elakadtál valamiben, fejlesz ki egy rendszert, mert segítségével jóval könnyebb lesz a feladat elvégzése. A kialakított rendszert évente legalább egyszer vizsgált felül, és végezd el a szükséges módosításokat. Használ időtakarékos megoldásokat. Mindent lehet lassan, időigényesen és gyorsan, időtakarékosan is csinálni. Tedd szokásoddá, hogy folyamatosan keresed azokat a megoldásokat, amelyek időt takarítanak meg számodra. Néhány példa ezekre. Került ki a csúcsforgalmat. Interneten keresztül fizes csekjeidet és számláidat. Ügyintézéskor egy csomagban bonyolítsd le a teendőket. Webáruházból vásárolj ingyenes házhoz szállítással. És a sort a végtelenségig lehetne folytatni. Nem az ötletek felsorolása azonban a célunk, hanem felhívni a figyelmet a szokás fontosságára. Rengeteg időt tudsz vele megtakarítani tartsatok a pároddal heti időtervezési megbeszélést. Ha házasságban élsz, valamilyen módszerrel koordinálni kell a család életét. Ennek legegyszerűbb módja, ha hetente egy-két alkalommal leültök naptárral a kézben, és megbeszélitek a következő hét menetrendjét. A párkapcsolat a legkisebb létszámmal működtethető mesterelme szövetség. Napóleon Hiltől tudjuk, hogy a mesterelme csak akkor működik kifogástalanul, a tagjai tökéletes harmóniában képesek együttműködni egymással. Ezek a megbeszélések ennek kialakítását célozzák. Időtartamuk általában 20-30 perc. Átnézitek a következő hét eseményeit, feladatait, megbeszélitek az esetleges kérdéseket és problémákat. Ez a módszer kombinálva a hónap első napján tartott havi értékeléssel és tervezéssel, folyamatossá és gördülékenyé teszi a kommunikációt. Mindenki tudja a dolgát, nincsenek meglepetések, olajozottan működnek a dolgok, és megerősödik a család egysége. Kreatív és administratív feladataidat külön végezd. Mi számít kreatív feladatnak? Minden, amihez gondolkodni kell, amihez kreatív képességeinket kell igénybe venni. Mi az administratív munka? Minden, ami rutin tevékenység, amit szinte gondolkodás nélkül lehet végezni. Az alapszabály az, hogy a kétfajta tevékenység nem átjárható. Az agynak át kell állnia a kettő között. Kreatív munkavégzés közben a tudatalatti folyamatosan kommunikál egy felsőbb tudásbázissal, egy felsőbb intelligenciával. Olyan ez, mint amikor a számítógépre letöltünk valamit a netről. Hogy hol volt eredetileg eltárolva, azt a csuda tudja, a két számítógép összekapcsolódott, és már jött is le az anyag. Rutin feladatoknál a korábban letöltött adatokkal dolgozunk, nincs felsőbb kommunikáció. A jelenséget mindenki tapasztalta már. Valami elmélyülten dolgozol, egyszer csak bejönnek a szobába és kérdeznek valamit. Átállsz válasz üzemmódba és megválaszolod a kérdést. Utána azonban csak nehezen tudsz visszakapcsolódni a munkádba, mert elvesztetted a fonalat. Tudatosan válasz szét a kétfajta tevékenységet. Amikor kreatív munkát végzel, különíts el erre hosszabb, zavartalan időblokkokat. Rutin munkáidat összegyűjtve egy etapban végezd, egy lendülettel. Próbáld ki ezt a módszert, és el fogsz álmulni, mekkora hatékonyság növekedést eredményez. Kezelt határozottan a megzavarásokat. A két legnagyobb időrabló tényező életünkben a munkánkat félbeszakító emberek, illetve a bejövő telefonhívások. Mindig elámulok, amikor azt látom, hogy sokan mennyire képtelenek kontrollálni magukat, amikor megszólal a mobiljuk. Gyerekkorunkban volt hasonló a borítékos sorsjegy. Megvesztünk érte, mert ígéretet hordozott magában. Talán a következő lesz a nagy nyeremény. Ha csörög a telefon, az is egy ígéret. Ki lehet az? Talán George Clooney? Vagy esetleg Obama? Persze nem, csak egy kedves hölgy próbál egy újabb üdülési jogot rácsózni. Ha megszólal a telefonod, nem kell feltétlenül felvenned. Küldhet SMS-t, hangüzenetet, vissza is hívhat, vagy te hívod vissza egy későbbi időpontban. Mérlegelt, hogy a munkád elbírja egy félbeszakítást. Ha kollégák, ismerősök vagy családtagok szakítanak félbe, akkor beszélgess egy keveset, ha belefér az idődbe. Azonban nem fér bele, a megoldás egyszerű. Csak annyit mondj. Figyelj, most sajnos nem alkalmas, mert éppen benne vagyok valamiben. Tudunk beszélni fél óra múlva? Ez általában működik. Az időpontokat mindig erősítsd meg. Tedd szokásoddá, hogy mielőtt elindulsz egy megbeszélt találkozóra vagy rendezvényre, telefonon mindig megerősítést kérsz. Ha négy szem közti a megbeszélés, akkor rácsöröksz mobilon. Ha moziba vagy színházba mész, a neten rákeresel, hogy tényleg akkor van-e aznap az előadás. És ha valamilyen ügyet mész intézni, Bank, posta, hivatal és hasonlók rutinszerűen ellenőriz le előtte, hogy milyen a nyitvatartás aznap. Amit mindenképpen tudnod érdemes az időgazdálkodásról. 1. Az időgazdálkodás végső célja életünk minőségének javítása. 2. Időt felhasználása legyen összhangban céljaiddal és értékrendeddel. 3. Tevékenységeit 20%-a hozza eredményeid 80%-át. 4. Mindenre soha nincs idő, de a legfontosabb dolgokra mindig van. 5. Mindig van egy dolog, a dugó, ami a fő akadály. 6. Összetett feladatokat bonts fel kisebb részekre, mielőtt belekezdesz a munkába. 7. A napot kezd a legfontosabb feladattal. 8. Törekedj rá, hogy időd 80%-át a fontos nem sürgős kvadránsban töltsd. 9. Szokásaid minőségétől függ életet sikere. 10. A miért és a mit a lényeges, a hogyan menet közben kialakul. 11. Alkalmazd a zéro alapú gondolkodást. 12. Használj időtervező rendszert. 13. Tudd, hogy mik a munkádban a kulcs feladataid. 14. Minden napot tervez meg előző este papírom. 15. Mindig prioritásba szervezett feladatlistával dolgoz. 16. Az eredményekre fókuszálj, ne a munka mennyiségére. 17. Életed minden területén alakíts ki rendszereket. És 18. Alakíts szokássá az azonnali cselekvést.